Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra múlt pontosan 13 perccel. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! A hét legboldogabb napjának pitvarába! Hey, mert a bugi! Ez az! Tekerd a csípő! Ez a bugipém! Húzd ki az arcomból az ágyikot, Feri! Pucsi! Jól esett az, na jól esett az csütörtökön. Még el utána, hogy kaptam levegőt. Én azon gondolkoztam, hogy mi lesz majd, ha az utókor meghallja ezt a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, a pitbull, you know, you van. Ezen gondolkoztam, hogy mi lesz, ha ezt 50 éve meghallják, hogy ti ezt hallgattátok. Kevergettem ment a zabomat, és arra gondoltam, hogy úristen, nem igaz, hogy nem kopnak ki ezek a angol, de mégsem angol, nem tudom hirtelen, ha meghallom, milyen nyelven beszél a bácsi, igen, típusú ilyen kamureppes nóták. Hát ezek a 90-es évek hány ilyen volt? Hát és ők mind most valahol kortyolgatnak valamilyen drága koktélt egy tengerparton, annak az egy vagy két, vagy maximum három, de akkor az már tényleg csoda, dalnak a jogdíjaiból. Döbbenet, és ez egy pitbull csinálja, aki azért csinálja jó dalokat is, és hát ez is baromine sláger volt, tehát nem magát a dalt bántjuk, csak hogy 50 év múlva erről tényleg mit fognak gondolni, vagy már a mi gyerekeim mit fognak gondolni, milyen elfuserált generáció vagyunk, hogy mi nekünk ez valaha tetszett, és azt fogjuk mondani, hogy apa, ti erre táncoltatok. Maradi. Vagy ott fogsz mentegetni, hogy nem, hidd el, nem, hát ez nem úgy, de hát ez nem. A pitbull, hát ez generációnk egyik nagy sárja. És 1000% hogy a pitbull anyanyelvi szinten beszél egyébként angolul, de tudja, hogy mitől döglik a légy, és akkor aha, csináljunk már egy ilyen, aha, valami eddig renteset, jó? És akkor eddig rendes. Azt hiszem az volt, ugye? Igen. Na de már azon is röhögünk. Hát azon már nagyon. Akkor mekkora sláger volt, és akkor az idősek mondták, hogy ezzel röhögni fognak. Most ez a nagy sláger, mi már idősebbén mondjuk, hogy ezen röhögünk, nem? Tehát a Joannan is röhögsz, meg a Vem zenekarom, meg ezeken, tehát hogy most már olyan Last Christmas, tudod, kis karácsonyi pólóba fönt a házikóba, a faházikóba, egy brutál meleg parti, szóval, hogy és azok után, a dalok után mindig csörgedeznek a jogdíjak folyamatosan be a kedves előadóknak. Ezek után is óriásit kasszálhat. A pitbull tök nagy sztár, gyerekek. Bizonyosan. Hát iszonyat nagy sztár. És ugye ez nem magyar játszás, hanem az egész világon így nyomják. Van, ez egy világ szemléletet mondok, nem, persze nem a zenét vagy a rádiót bántom is. És mit csinált? Hogy... Feltalálta a duettet. Igen. De nagyon jó remixeket csinál, nagyon jó duetteket csinál, vagy olyan, mint az Avanci. Hát ő is, nézd meg, hát egy generációnak ő most már jelen pillanatban ugye a legnagyobb sztár, ide hívod, és de tízezrek táncolnak rá a Soundon, vagy nem tudom, hogy hol. És lassan egy Robbie Williams meg ilyen a faterok motoron kategória. Mi együnk majd arra. Az a miénk. Nem volt a Robbie Williams. Ja, no, ja, elgyáztatok. Tetszik ki vagy. Hülye. Igen, de ciki vagy Robbie-ra mész, tudod, majd mondják a gyerekek tíz év múlva. Jó, a gyerekek, hát ebben a rádióban semmi nem működik. Komolyan mondom, beértem időben, kivételes alkalom. Erre mondom, most akkor meglepem magam, megcsináltam a kis zabomat, megcsináltam a kávémat, mondom, iszom még egy jó kamilla teát. Oda megyek a zenegép, vagy mi ez, vízgép. Zenegép. A zenegép az ura, akkor nem jött víz. Keresem, hogy hol van a holnap hajnalig, és nem talál. Holnap hajnalig. Bedobok egy 20 penist, érted, hogy itt valami legyen. Legyen. Az 3 napja nem működik. Nem. De miért nem? Már mondom, ja, nem működik. Ja, úgy nem. Igen, érted, megerősítettem az információt, amit tőled szállt. Tudod, amikor így rákészülsz, és most amikor, olyan, amikor otthon kintod a hűtőt, és azt gondolod, hogy most megeszed azt a tegnapi maradékot, ami még ott van, és csalódottan konstatálod, hogy az az étel, amire egész úton hazafelé gondoltál, hogy az még ott van elrejtve, azt valaki megette. És olyan csalódottság és kiüresedés van benned egy pillanatra, amíg bezárod a hűtőt, és találsz valami mást, hogy egyszer maga vagy az elmúlás, nem? Abban a pillanatban, amikor ez, hogy nincs ott a kajád. Tudod, egy ilyen fura kiüresedett csalódás. És ilyen kamu együttérzéssel, megértéssel a hangodban azt mondod a feleségednek, hogy ja, látom meg, ha egészségedre, persze. Nem baj, nem baj. Nem azért mondom. Persze, jó van. Azért vettük, hogy meged. Igen, csak itt volt, kis mézet beletettem, kis kamilla tea filter, tudod, jó reggel a kamilla tea, mondom, oda megyek, szép bögre, kimosva, nem tudom, ki csinálta, nem én, de tényleg szép. Hát gondolom, hogy a... Ez a repi bögrénk, ez a sporttévés bögrénk, aha, amit érítség. Mondjuk meglepődnék rajta, hogy a bögréket is tudnál csinálni. Az igaz. Kiégettem egy kis porcelánt renkere is, mondjam, bemázott. És erre gyerekek nyomom, mint a hülye, és egy perc kellett, mire leesett, hogy nem jön belőle a víz. Mert én csak így neki támaszkodtam, és a másik kezem, én néztem a mézet, hogy hát ez is hirtelen elfogyott.
a maga a méz, és mondom, hát milyen fene van, és közben megnyomom, és nem jön. És ezek a nagy drámák. Nem tűnt fel, hogy nem világít. Nem tűnt fel semmi. Én nem tudtam, hogy világítania kell. És most aki hallgatja, azt mondja, jaj, hát micsoda. Ez hidd el, hogy ezek nagy drámák ezek, amikor rájössz, hogy nem. Tegnap tanácsra, ahol állt a gyártás mellette, Norbi kihúzta, bedugta, megnézte a kábelt. A Jolly Joker bedobta. A kihúzom, bedugóval. Ez a indítsd újra, mint a Windows elindul. Ellenőrizte a vízkábelt, mert ugye az is van benne. De nem. Nem, és nem tudtuk megoldani. Na, ennyire már nem mentem. Ennyire már nem mentem. Meg kérdezés akartam belem. Egyébként, hogy miért lóg az a filtercérna a szád szélén lefelé. Ja, hát te már ezt kérdezem, mondom, a zsepi, vagy miért lóg? Mondom, nem fújtam ki rendesen. Tehát ezek szerint nem volt víz, és akkor szapogatott. Igen, viszont Anna nagyon helyes volt, mert a mikróban melegített nekem. Ez, én nem szeretem a mikrós vizet. De hát eljártak felett. Csirátlanítva van. A mikros víz? A mikros víz. Csak megváltoztatja a víznek a szerkezetét. Meg nem úgy rezeg, tudom. Nem úgy rezeg. Nem úgy rezeg, az a drága víz. Nem úgy rezeg, de nincs benne legalább bacillus vagy mi. Az jó, az jó, hogy csinált nekem te a gyerekek. Nekem egyébként már két nappal ezelőtt feltűnt. Csak hogy jött Éva, a Árpinak a... titkánője, igen. És semmi, csak nem találtam a kifejezést, nincsen semmi, érted, senki nincs. Igen, titkánő, és akkor jött, és akkor hogy hívják így, így mondom, basszus, nincsen víz az autón, nem, azt mondjuk, telerakom a láncid, mondom, én bárhol Éva, csak akkor rak tele, úgy szeretem. És, Éva, rakjad. És aztán ő hozott a láncidból, mert a láncidból forró van vizet? Egyébként. Igen. De hogy a szájába, vagy hogy? Nem, az ölébe, pókjárásba. Hallad csak kinelődj bőjem. Igen. Hát igen, szóval ezek ilyen reggel, ilyen tudod, ilyen minden jól indul, ide érsz időben, itt vagy, és úgy valahogy aztán az egész nem kerek. Láttátok tegnap, vagy tegnap már lehet, hogy tegnap előtti hír, igen. Én nem tudok, egyszer nem tudok napirendre térni fölötte. Te láttad? Nagyon durva, nem? Hát az komolyan mondom, hogy letettem a hajam jobb és bal oldalt közép, hagytam csak egy csíkot. De egyébként tényleg durva, meg hát van szomorú apropó is a dolognak, de ez a lezuhant repülő, ez figyelj, ez valami elképesztő. Mint valami hogy mész egy ilyen kétszer kétsávos autópályán Tajvanon, taxisofőrként, akinek lezúzta a taxiát, azt láttátok? Igen, hát ugye volt egy csomó a szép szárnya a repülőnek, figyelj, tehát ilyen James Bond filmen nincs, ilyen szörnyű, nyilván néhányan meg is haltak, elképesztő, és azon gondolkoztam, hogy vajon hogy történik ilyen. Tehát ugye a legveszélyesebb dolog a le és a felszállás. Lefele oda csapja magát, nem jön ki a futómű. A felszállásnál is van valami. De ezt a gépet átnézik. Ez a gépen minden rendben van. Ez a gép ez nem került viharba. Hogy van az, hogy felszállás után termesztő. 10 másodperccel majdnem leviszi a felhőkarcolónak a tetejét. És ha valaki nem látta a videót, egy ilyen kétszer-két sávos úton egyszer csak így megjelenik, félig már befordulva. A felhőkarcolók között. Hihet, úgy néz ki, mint egy trükkfelvétel. Olyan, mint egy filmet nézne, és a szárnya leveri a szalagkorlátot jobbra, de nem egy kis Cessna, hanem egy utasszállító. Ugye ilyen két rotoros, tehát propelleres gép, de brutál nagy. De nagyon komoly. Nagyon. És elviszi a taxinak úgy az elejét, hogy mutatják, hogy a taxiból semmi nem maradt. Tehát lekaszabolta, nem tudom, hogy szállt ki abból a pali élve, mert gondolom, milyen, hogy utasszállító leviszi az autódnak az elejét. Egyszerűen megdöbbentő képek. Mindenre számítasz az úton, erre nem. De tényleg nem. Gép. Amikor először megláttam az első képeket, én azt hittem, hogy ez egy média hely. Igen. Tehát, hogy adjál már megint valaki, hogyha megcsinált, nagyon jó. Mint oda lenne fotózva. És nem. És kiderült, hogy történik? Hát ezt a gépet, vagy minden ilyen gépet, ezt elvileg fölengedi, hogy föl tudsz állni. Mi történik abban a 15 másodpercben, amíg fejreáll egy repülőgyerekek? Hát szerintem azért ez elég beszédes, hogy ugyanazzal a géptípussal vannak folyamatosan problémáik, tehát hogy amik ennél a légitársaság, ez egy kis fapados légitársaság, azt hiszem összesen 20 gépet üzemeltetnek, és hogy többször volt problémájuk már a gépeikkel, és mindig ugyanazzal a típussal. Igen, ez egy ilyen kéne leparancsolni a földre, vagy? Igen, és lehet, hogy az a probléma. Nem hiszem, hogy itt az van ma, hogy alulkvalifikáltak a pilótáik, vagy ilyesmit. De hogy ez egész egyszerűen elképesztő. Elképesztő. És hogy becsapódik a folyóba. Van egy másik felvétel, amikor ugye csak előttük megy el, őket nem találja el, csak egy család utazik, és az anyát hallod, hogy lekommentálja, hogy Tajvan nyelve, hogy érkezik a repülő, tudod? Hát nyilván riadt a hangja. Én nem is tudom, mit csinálnék. Tehát ugye csak elmegy előtted az autópályán egy utasszállító. Tehát tényleg döbbenet, olyan, mint egy film, nem? Nagyon súlyos. Olyan, mint egy ilyen trükkfelvételt nézzétek. Annyira nem életszerű az a, nem tudom, az a Boeing, vagy nem tudom milyen gép ott bent. Tök milyen propelleres, de óriási. Bent a felhőkarcolók között egy kétszer-kétsávos autópályán, hogy olyan, mintha oda lenne így, nem tudom, rajzolva. Szóval ahogy kibúdik a két felhőkarcoló közül. Nagyon tényleg nagyon kemény. Az egyik tévécsatorna adta folyamatosan
2024-ben, igen, a mentést lehetett nézni, így ilyen livestreamen keresztül nézegettem, és ugye a gépnek csak egy töredék része van kint a vízből, és belegondoltam, hogy, mert ugye mondták, hogy hát voltak, vannak is sajnos áldozatok, vannak hála Istennek túlélők is, igen, nagyon sokan, és akkor, amikor néztem, még most nem tudom, hogy hol tart egyébként a mentés, amikor néztem, akkor még voltak néhányan, akik ben voltak rekedve ebben a lezuhant géptörzsön. Na most azok az emberek, igen, az is megér egy légbuborékban beszorulva, négy oxigénnel. Lesüllyedtek a folyó alá. Igen. És ugye megrekedt a levegőben. Ez volt a szerencséjük. Egy kicsit ugye jött be a víz, tehát azt látod, hogy emelkedik a nyomás miatt víz. Nem tudott bejönni. Igen. És akkor várod, hogy gondolom megsérültél, vagy beszorultál valami alkatrész miatt, és akkor közben a víz emelkedik, te várod, hogy jöjjenek. De az is milyen durva, hogy élőben közvetítik a mentést. Ja. Tehát, hogy már van egy csatorna, hogy te élőben nézed a mentést. Ez nagyon durva, nem? Hogy ideig jutottunk, hogy lezuhan egy gép, és két perc van már élőben. Ott más stáb, és már mivel egy külön csatorna már azt mutatja, hogy élőben menték. Vagy amikor a japán cunami volt, itt néztük, hogy úristen, mi lesz ebből élőben, tudod, CNN képek alapján. Meg a Concordia. Azt az meg a másik, igen. Szóval elképesztő, én nem is tudom, hogy ez hogy történt. Pont tavaly olvastam, vagy tavaly évről összesítették, hogy nagyon szerencsés volt légi katasztrófák, most az elmúlt 50 évben a legkevesebb volt, annak ellenére, hogy még volt a két malájgép is, mégis a legkevesebb volt. Hát most az Erázsia, ugye, meg még egy malájgép, meg most ez, most szerintem ez az év, meg az elmúlt év, akkor így viszont már nem lesz annyira jó. Meg amiről nem annyira beszélnek. Tehát, hogy én azért gondolom őszintén, hogy élek a gyanúperrel, hogy itt például Oroszországban, ahol azért elég sok olyan géptípus használnak, főleg ilyen szibériai járatokban, amik már azért már még mondjuk csirkeszállításra sem használunk, azért ott még felszállogatnak. Hát kérdés az, igen, mennyire lehet titokba tartani, tudod, azért eltűnik a radarról irányító személyzet, azért az már, ma már szerintem azokat csak kiderül, nem, ha lezuhan. Vagy hát legalábbis mindig halljuk, tupoljevek vágják még oda magukat, meg egy-két igen, ilyen gép, de hát az orosz légi irányításnak szerintem nem lehet beszélni. Jobbra legyen balra. Hát ugye a maláj légitársaság két géppel, hát az is milyen. Igen, az is nem? Az is kemény. Az Erázsia és utána most itt Tajvani, ők nem is tudom, hogy Erázsia-e vagy nem Erázsia. Ők lehet, hogy Tajvani légitársaság. De valami Ázsia az is, csak nem tudom milyen, de nem az Erázsia, tehát nem ugyanaz a légitársaság. Állítólag egyre biztonságosabb a repülés, hát ez most így ilyenkor nem látszik. Még ennek ellenére nyilván statisztikailag igen, tehát ahány millió ember repül, és abból hányan halnak meg szegények, mindig az utakon 160, ez felfoghatatlan. Nézd a taxit. Pont mutatják, igen, a televízióban. Elviszi a taxinak az elejét. Úristen! És annyira hihetetlenül néz ki az egész, hogy tényleg az ember arra gondol, ezt valaki csak így megcsinálta ott a számítógépen. Számítógépes trükk, igen. A taxis csak egy méterrel arrébb megy, vagy előrébb van. És vége van. Pont az oldalát viszi el, így egyébként csak az elejét vitte el. Igen. Kérdés, hogy mit ír a betétlapra, írják a hallgatók. Hát az is érdekes, hát igen, szegény. Hogy és akkor jött egy repülőnk, na elmészte. Ebben a biztosítól elolvassák. Egyszerűen borzasztó volt ezt így látni. Teljesen életidegen. A gyerekek, tegnap okmányirodában voltam, hát ez valami nagyon flott, én nem tudtam. Én nekem olyan kormányablak? Rossz... Kormányablaknál vagy okmányirodában? Vagy járási hivatal, okmányiroda, nem tudom. Azt hiszem okmányiroda, vagy járási hivatal, vagy kormányablak, mind három, mind a három különböző. Az okmányirodában látik a járási hivatalok. Csendőrség, lovak álltak benne. Jó, de voltak bent, darutollas legények. Igen. Szuronyos puskával a hátukon? Ott valami fiút épp egy fához kötöttek és megveszőzték, libák voltak mellettem. Fura ez nekem, mondta, hogy háromszor veri, ezt nem visszamondom. Szoknyaszerű nadrág volt rajta? És nekem alap, árvalány haja? Akkor kiabáltam neki, tarts ki, Matyi, tarts ki, vissza fogod adni, ismerem a történetedet, hidd el, visszaadod. Bejött egy kövér ember, azt hittett Hajdú Péter, de nem ő volt, az kidőlt egy Döbrég úr. Igen. Útlevelet intéztünk a picinek, és ha már ott voltam, gyorsan megcsináltam egy személyigazolványt is, mert lassan két éve nincsen személyigazolványom. Hát de minek is az? Hát... De elvesztett a csokon, Bandi? Mivel kivesztette? Hát az útlevelét, volt ott, hogy útlevelet intéztem a picinek. Ja igen, bevittem, fő volt a pici, figyeljetek, segítsetek, már hogy kell útlevelet intézni, mondom, Bandi, ne viccem, 50 éves vagy lassan. Segítek. Félt, hogy elkap valamit, ha hipond. Gyerekek, ez nagyon flott. 13 óra 20-ra időpontod van, 13 óra 18-kor becsosszogsz, kiadják már a sorszámot a neveddel. Én ezt nem tudtam, hogy ez utoljára, amikor ilyen jogsi átírás, forgalmi, adásvétel autó, hát ilyen kilométeres sorok, kígyózó sorok, beértek, 10-kor kinyitottad a fasírozott a zsömlédet, és 4-kor még ott ültet, tudod, egy ilyen fonyat paprikával, hogy végre szólítsanak. 13-ra 25-kor névre szóló kis cetlit megkapott, 26-os ablak, bemész, gyereket lefotózok, sokan személyigazolvány nem lehetne gyorsan. Amár itt vagyunk. Tépjen még egy sorszám. Új 10 000-es. Van itt más is. Van itt más is.
De mondja, tépjek, nincs, hogy megjöttem senki, elmentem, téptem még egy sorszámot, ő már be is hívott a sorszámmal azonnal, de mondta, hogy nem azért, hanem egyszerűen nem voltak. És aha. 2,5 perc alatt. Nem azért, mert maga. Maga, érti. Mindenkinek ez jár. A picinek az útlevél és az én személyigazolványom 3000 forint. Mondom, 1500 forint az útlevél a kicsiknek. 1500 forint, és az én személyigazolványom 1500 forint. 3000 forint, én már vittem, tudod, 40 ezer, 20 ezer, mondom. Ha olyan árak gyorsítás, vannak. Gyorsítás, lassítás. Ide elfizetni. Hát ez tök jó. Az jó, tényleg. Ez tök jó. Gyereket minek fotózták le? Ezt nem értem. Nem lehet bármilyen hetért, minden csecsem egy form. Megfogod a gyereket, igen, és föl kell ébreszteni. Ugye az egy 10 perces szakkör, mire a gyereket fölébreszted, és hát az Istennek se akart belenézni a gépbe, egyébként fura is. Ezt aludnál! Érted, nem itt! Elhúztam a függönyt, csak ezt hallották. Néha egy kilóbáltam, mint Michael Jackson, tudod, iskoládat, hát tényleg, miért nem este alszol? Nem, ugye fölébresztés, be kell tartani a kamerába. Szegény néni, aki ott volt, egy kicsit balra, kicsit jobbra, emelje a fejét, és akkor ketten fejét, vagytok nem jó. Rajta, vagy hogy? Hát nem, nem, végülis úgy volt, hogy az új ami belógott. Tehát, hogy, azért is kitakartam két szemét. Fogtam a gyereket, igen, és így mondtam, hogy jó lesz, így, és így nem volt szem a gyereknek. Aztán valahogy fölébresztettük, és akkor pont sikerült lefotózni, mindkét szülőkkel, tudod, hogy el ne rabold a gyereket. Házassági anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, megcsinálják. Hát, hogyha útlevelet csináltad, ahhoz igen. Mindkét szülő kell, hogy ja. Ne az legyen, csak az egyik megcsinálsz, lelép külföldre. Hát, ha csak a Viki ment volna be csadorban, akkor azt mondták volna, hogy, nem gyanús. Lehet, hogy vissza akarja vinni Irakba. A gyerekek pillanatok alatt házhoz küldik, szóval, hogy valami nagyon-nagyon flott. Komolyan mondom, le a kalappal a okmányiroda, járási hivatal, hívják őket bárhogy, nagyon flott. Most tényleg komolyan kérdezem, hogy mert olyan cuki minden kis baba meg minden, de hogy őket azért, érted, most egy vámos ránéz, és akkor a gyerek, érted, ott fekszik. Bárkit vihetsz. Gyűrött arccal bent, ahogy hívják. Hát igen, tulajdonképpen sajnos bárkit vihetsz. Mindegy, hogy ki van azon a képen, érted? Azért is adják csak, azt hiszem, 1 vagy 2 évre. Tehát 2 év után ugye újat kell csinálni, annyit változik a gyerek, hogy... Most egy fél éves csecsemőt lefotózol meg egy 2 éveset, aközött másfél év van. Hát a fél éves képről a 2 éves gyereket fölismered. Hát, Na jó, de mégis van valami papírja, persze. Tehát hogy azért ez legalább már lecsökkenti, vagy kiszűri azokat, akik papa engedélye nélkül, mondjuk mama picit meglép a gyerekkel, tudod, tehát hogy legalább valami biztosíték. De mondom, nagyon. Kérjük, de mindent a dobozban. Ja, még túl kicsi hozzám, nem mindegy, akkor papa, mama. Igen, úgyhogy megvan az útlevél, megvan a személyigazolvány, kiküldik gyerekek. Azt mondták, hogy gyorsabb, ha címre küldik. Te be is mehetsz, de az lassabb. Személyigazolványt kiküldene? Hát kiküldik, persze. És átveszed térti bevényesén ajánlattal. Tudod, kiküldik, hogy a postán átveszed utána. Hát viccesz! Apám, hol tart a világ? Hallom. Én amikor 74-ben csináltattam a személyet. Én azt hittem, gyerekek 10 rugó. Komolyan egy személy, vagy egy útlevél, mondjuk gyerek útlevél, hát magadnak azért az nyilván drágább, de 3000 a 2. Azt hittem, hogy 10 rugó és a tangon. Igen. Két a cséri. Figyelj, és a más színű? A csecsemőknek? Rózsaszín, vagy ilyesmi? Ha nem. Vagy persze, babakötvény. Babakötvény. Kék a fiú, rózsaszín a lány. Igen, hát kék a szeme, arca csupatitok. Úgyhogy ja, tél, derű. Vagy derű. Nem, a csupatitok alatt azt értem, mert nem látja, hogy kire hasonlít az a gyerek. Nem, ugyanolyan ez a mély bordó, vagy mi ez tulajdonképpen, és ugye már nem magyar köztársaság, hanem Magyarország, tehát azt hiszem az van rajta. Ugyanúgy új lenyomat nincs rajta, tehát legalábbis a gyerektől nem. Nem, magyar köztársaságnak kellene rajta lenni, nem? Nem, már Magyarország. Magyarország lett, igen. Igen, ez így változott. Vagy nem úgy van, hogy most magyar pont, mert nem tudjuk, hogy... A királyság még beírható. Azt hiszem Magyarország lett, de igazából mindegy is. A lényeg, hogy gyerekek, nagyon flott napon volt tegnap. És ez már jó, tudod, hogy úgy rákészülsz, felszívod magad, becsomagolod a hideg élelmet, és azt gondolod, ott alszol, és aztán pikpak lemegy. Szendvics megvan, készpénz megvan, igen. Borítékban átcsúsztatható. Úgyhogy ez volt veletek, semmi? De jó. Hát, ezek után, hogy ilyen kalandokat hallgatunk. Őrült egy sztorik, de hogy megnyugodva konstatáltam, hogy vannak dolgok, amik működnek ebben az országban. Ezek az okmányirodák. Most vicces, mi lakásbiztosítást kötöttünk tegnap. Igen. Tehát mi is ügyet intéz, az is flott volt. Aztán mondjuk két példányra kinyomtatták a szerintem egyébként picit túl, hogy is mondjam, csak túl gondolt szerződést, és akkor tovább tartott a szerződéseket aláírni. Azt hiszem, azt mondta, hogy a flott az azt jelenti, hogy kijöttek körbe, és azt mondták, erre vadon úr, nem utáskodjon. Mögött? Vadon úr? Az ott? Ne rabolja az időmet, könyörgöm, hát még annyit címre kell mennem, a viszontlátás. Azt hittem, csak a melléképület? Nem. Ja, ez a ház?
Uram, megnézhetnénk a pincén kívül mást is. Hát nem ez a, ez a pince, hát itt lakunk, uram. Na, ne butáskodj. Ő nincs ablak. Igen, azt hittem, hogy a kis állatartás már keményen szabályoz, de hogy ebbe tarts, ja, ebbe laknak. Atya Isten. Figyeljetek, az, amikor például, mert mi most kötöttünk, nem fogjátok elhinni, mondjuk ilyen kőlavinára. Az nagyon fontos. Az kell mindenképpen. Az vannak kösetek mellettek. És kérdeztem, hogy ez ki a lőrinc, a híres lőrinci árvíz, hát azt hallom. Is tudom, a hihetetlenül de fontos, hogy ez kösetek. Ki lehetne esetleg venni belőle, és akkor olcsóbb lehetne? És akkor mondták, hogy nem, hát hogy ez alapból bennem. Hát mondom, jó van akkor, hát ha... De hogy a reális veszélyet hát, látja-e, uram, itt lőrinc? De most föld, meg kő, meg ilyen csúszásra, mert majd érted, hogy megcsúszik a, mit tudom én, a emlékmű ott. A földcsúszás még csak-csak, hogy van egy... A híres lőrinci törésvonal, ugye a kaliforniai törésvonal mellett a leghíresebb, ugye a lőrinci törésvonal, ugye nagyon híres. Megnyílik a lőrinci árok, beleestek. A múltkor is elnyert két pogát. Hát. Ott azért azt mondjuk lehet, a kőlavina és az árvíz... Az árvíz az ugye? Szerintem az picit necces, hát voltam arra felé, azért sokat kellett menni, hogy víz közelbe érjek, úgyhogy... Na most bocsánat, mindenki úgy tanult az általános iskolába, Budapestet a Duna választja ketté, keresztül folyik. Igen. Budapesten laksz, ott laksz, tehát Dunaparton laksz. Hát tulajdonképpen igen. Na, ennyi. Hát végül is igazad. Elvihet odáig a víz. Na de, bármit. Na de most már semmi veszély. Most már semmi veszély, persze kifizetik. Az jó, igen. Kell az, bármi van. Így van. Gyerekek, én annyi pénzt hagytam már az elmúlt 5 évben a biztosítóban, mert semmiről nem kértem soha számlát, meg mindent úgy csináltam, meg a hagyjuk, ügyintézés bonyolult, pedig egyébként minden elromlik, a konvektorot fizet, beázol, fizet. És mennyit csomó... vettél vissza belőle? Már hogy? Hát ugye fizetted. Azt mondtad, hogy nagyon sokat fizetted az elmúlt. Kiraboltam a grupam a székházat, hogy mennyi jött vissza? Ez miből? Hát, hogy amikor beáztatok például, akkor bejelentetted? Nem, hát pont azt mondom, hogy én sok pénzt hagytam a biztosítóban, tehát nem papíroztam le, nem küldtem be a számlát, nem... Tehát, hogy... Akkor érdemes fizetni. Igen, na ezt mondom, hogy a hülye vagyok, mert közben fizettem, és na. Ezekre egyébként mind fizetett. Tehát beázol, simán. Igazolod, beküldöd, kifizetik számla, tudod, csak az egész annyira bonyolult, hogy mindig lusta voltam. Amúgy a mókát, hülye vagyok. A mókát félretéve, de egyébként tényleg, tehát hogy tök hasznos tud lenni, mert mondjuk az éves díjat, például nekünk most a 80%-a vissza jött volna abból, hogyha ha mondjuk egy hónappal ezelőtt már megkötjük, mert a kutyával sajnos megint voltak problémák, és kisállatokra is vonatkozik ez. Tehát, hogy kisállatnak a kezelési költségei, esetleges műtétei, ne, műtétei ilyen stb. Van, de, hogy nem. De igen. Hogy. És simán fizeti a biztosító, mert hogy benne van egyébként alapból. Veszek egy papagáj. Na most veszek egy papagáj, aztán leszámlázom, hogy eltört valamire. Visszahozom. Hullott a tolla, hiszem már meg. Beszett a fazékba. Csak a jobb szárnyának. Megettük. Baleset. Valahogy fél kell dolgozni a traumát. Akinek mondjuk van otthon idős kutyája, vagy betegeskedő jószág, vagy bármiféle probléma van, mondjuk rendszeresen, az tudja, hogy ez aranyában van már sajnos. Ez nagyon, jó, hogy kutyára nagyon is kötnek. Nagyon jó. Nagyon disznóra ér? Nagyon jó. Disznóra? Simán. Nagyon jó. Figyelj, van otthon például egy csüngőhasút, és állandóan kidőzsölik a csecse. Csecse? Igen? Mert hogy a izét, hogy mert nagyon... Mit a perzsaszőnyek? Mert hogy, hát igen, vagy szálkás, nagyon a laminált padlótok, akkor szerintem viheted. Menő, és hogyha úgy hullik el a jószág, hogy véletlenül egyszer csak kolbász lesz belőle. Még igen, beleesik egy késbe, az apánál fogva. Igen, beledől egy bőlér késbe. Hát. Na jó van. Meghallgatjuk a híreket, biztos nagyon jó lesz, jó? Viccesz! Ákos elmondja, mi a helyzet a nagyvilágban, mi pedig... Ákos, come back! Jövünk a játékkal, jó? Ha valaki szeretne bennünket nagyon megalázni, tegye meg... Return of the newsmaker! Tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t. Jó, lehet arcoskodni egészen bátran, bármelyikünk kihívható, úgyhogy írjatok SMS, mi pedig jövünk Ákos írei után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Csövi, azt mondd meg nekem, hogy van ez a negyedórás hírmagazin, ami olyan fontos az életünkben, mint a lélegzetvétel az Ákostól, hogy a Jani itt ül végig, és az utolsó egy percben minden nap feláll, és imádom. Megijed az elköszönéstől. Félénk srác, és hallja az Ákost kilépni a hírekbe, hogy elköszön, akkor megijed. Még mindig van egyfajta izgulás a megszólások előtt, és ez egy heveny béltraktust hoz neki és létre, és akkor gyorsan el kell menni. De ezért igen, van. El kell menni. Ki jött, Jani?
Persze, 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 nem volt semmi gond egyébként alapvetően. Hát, na mindegy, most hagyjuk, de volt igazából. Mert... Nem, valakinek már nem, volt. Nem, egyébként tudom, mit csinál ilyenkor, kint lógnak a kabátok, és átnézi a zsebeket, hogy nincs-e benne apró. Nem apró, akkor te evitted el a kecst. Tudom, hogy akkor kicsit kimész, tudod, mint érégen gyerekkorom, anyám kabátja, belső zseb, 20 forint, 51 hamburger zsebre, ez tovább megy vécére. Nem, ez van fura, fura matacot mindig, mikor itt vagyunk bent a kabátoknál. Rájöttem, hogy ez lehet az oka. Na, játszunk egy jót, jó? Méghozzá itt van a játékosunk, akivel fekete-fehér igennemet játszunk már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Hello! Zsófi vagyok. Zsófi, hello Zsófi, honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz? Nagyon izgulok. Ah, az jó. És mi a foglalkozás? Vagy egyébként tanulsz? Egyébként edzeni megyek. Na, na, de jó, egy edzett csaj. De... Igen, úgyhogy mesélek majd erről nektek. Mit edzel? Vagy ezt majd a játék közben akarod elmondani? A kis testét. Akár. Akár. Jó. Jó, kivel szeretnél játszani, Zsófi? Balázs. Miért bántad? Hallottad, hogy mondtad? Balázs. Nem. Ó, együtt izzom. Nagyon izgulok. Nem, így 40 felé már mindenben belemagyarázom a dolgokat, hát ez is ide, hogy mindig is, akik izgulnak, azokkal mindig gyengéd vagyok. De tudod? Azok, nagyon más a hangotok telefonban. Igen, igen, alig ismerek. Képzeld el neked is. Nem tudom, miért nem olyan. Mennyi idős vagy, Zsófi? 25. Ah, ilyen jó van. Azért már nem körülök börtönbe. Jó, oké, Zsófi, mehetünk? Nem, de. Jani? Mehetünk. Trituvam! Fájön. Na, itt vagyok, Zsófi. Szóval, akarsz kérdezni? Kérdezni? Mesélek, mondtad, hogy inkább. Mesélsz. Mondtad, hogy elmondod, mesélek, hogy mit edzel. Hát képzeld, néhány hónapja kezdtem el mit csinálsz? A testépítéssel foglalkozni. Tényleg? Testet építesz? Hát értsd ezt úgy, hogy súlyokat emelgetek. Fekve nyomsz, meg googolsz, meg ilyeneket csinálsz tényleg? Inkább lábgép, biceps, triceps, hasizom. Úgy van felépítve a program, hogy először a hasizommal kezdünk. Aztán de mire gyújtsz? Mi akarsz lenni? Testépítő? Vagy ez csak hobbi? Inkább csak alakformálásra szolgál. És jól nézel már ki? Remekül. Csinos vagy? Mondjuk úgy, hogy nem volt. Ott a vége! De jó! Ez az, adjál neki, hogy jöjjön! Zsófi, pedig egyébként tényleg megérdemelted volna. Így van. Ügyes voltál, csak egy picit a végén kiengedtél. Majdnem meg volt. Mennyi? 10 másodperc, Jani? Annyi. Hát nem, annyi se volt, 5 volt. 5 másodperc, nem akarom fájtani a szíved, de igen, 5 másodperc volt. Nem, talán 4. Nem baj. De az nagyon tetszik, hogy ennyire edzel, az jó. Így van. Az jó. Na mindegy. Egyébként mivel foglalkozol, Zsófi, ezt nem is tudtam megkérdezni. Egyébként marketinggel foglalkozom. Marketing. De szép szakma az. Jó marketinges. Elkeseredtél most picit? Hát, jó lett volna. Szeretted volna az ajándékcsomagot? Igen, már annyiszor próbáltam írni nektek. Próbáltál? Igen, hol állt meg? Próbáltam bekerülni. Látod, és most pont sikerült erre ez a szemét, Balázs. Valahogy éreztem egyébként. Nem. Na. És utálsz emiatt kicsit? Megutáltál? Nem utáltál meg? Nem. Na, nem sikerült. Nem sikerült megutáltatnom magam, pedig minden baj. Nap 3 órát dolgozom azon, hogy megutáltassam magam, de nem sikerült. Zsófi, figyelj, játszunk legközelebb valamikor még, jó? Jól van. Köszönöm. De nincs harag, most nem haragszol Balázsra? Nem, de hogy így. Na, bújjál oda, bújjál. Na, gyere, bújj. De most csak így csukd be a szemed, és egy picit bújjál. Érzed a borostámat? Na jó. Na, köszönöm. Hello, Zsófi. Ciao. Puszi. Nem jó szeretem, gyurást. Gyerekek, nem szeretem egy hallgató rossz kedvű, komolyan mondom. Most olyan rossz illet tenni, nem? Oké, de mitől lenne jó, mikor elpáholtam? Ez is igaz, hiszen éreztem. Hát most legyen. Gyerekek, ez van. Ja? Így van. Hogy állunk? Töröljük le a részvét könnyeit, és szerintem örüljünk neki. Töröljük le az álszent könnyeinket, úgyse hal már minket, vagy hát ha hall, akkor már nem tudsz egy mit mondani. 2-2? 2-2. Ennyi.
2-2. Ez hát múlt héten is így volt egyébként, és pénteken dőlt el. Igen. És ez ugye holnap is így lesz. 4 nyert hetünk van. Ez az 5. hét, amikor jár. Hallgassátok csak, mit hallok? Hallgassátok csak. Na mit? Figyeld. Semmi. Adjál már neki egy kocka cukrot. Így van. Jó, megyek. Haladok. Kanca vagy csőd? Herélt. A lényeg, hogy ott vagyok már. Ez lassan. Már nagyon közel van. Igen. Ez jó. Na jó, akkor holnap majd befejezed a nagy művet. A nem. Hát jó, azt nem. Föl akarsz ülni, vagy nem akarsz felülni? Föl akarok ülni. Na, akkor holnap. Holnap? De nem, holnap ti játszatok. Én játszhatom most eleget. Hol a Laci? Megkértem, hogy takarítsa már ki a retyót utána. Igen? Igen. Na, jövünk 7 óra után, és hívjuk a mi drága Szújó Macinkat. Mert hogy ugye lezajlottak a tesztek a Forma 1-en, és egyébként is röpke kis hangulat. És megint nem volt ott. Röpke hangulat jelentés erejéig felhívnánk a mi drága Szújó Macinkat, hogy mondja el, hogy kik az esélyesek, mik a legfrissebb Forma 1-es pletykák, lassan indul a szezon. A pilóták. Egy kicsit mesélje nekünk arról, hogy jó-e az a Merci, ami jó, milyen Fettel a Ferrari-ban, mi hogy áll Alonso. A Ferrari a jó. Állítok, a Ferrari nagyon jó. Megy, igen. Húzat. Ilyenkor mindig mennek. Hát ez még igen. Azért nem jelent sokat, így van ezek még tesztnapok, de minden esetre azért Szújó Maci nekünk már biztos, hogy el tud mondani egy-két friss hírt, úgyhogy vele foglalkozunk majd, és a Forma 1-jel Ákos híre után. 7 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, csütörtök van, lassan, szépen. Ez az. Igen, megyünk ki a hétből, és hát most már azért közelebb vagyunk a hétvége felé, ez mindenképpen jó hír, gyerekek, hogy azért így érkezik a hétvége. Most sem marad el, igen. Egy rakás jó filmmel, és tortillával, mártogatóval, jalapeño paprikával. Egy, de jó lesz. Mérnek Mohácson a Liszt-Ferenc utcában a tűzoltóság után, trafiznak az M3-oson a 204-es kilométernél, Budapest felé, Budapest-Szegléd vonalon késnek a vonatok, 45 perc alatt 2 megállót haladtunk, hát ez nem sok. A régi 35-ös főúton van egy trafi Debrecen irányában, NRB küldte nekünk, trafi a 44-es úton, a Kondorosi temetőnél ezt István küldte. 86-os főút Szombathely elkerülő szakaszán fehér transporterből szintén mérnek. Geri küldte nekünk a Golf 5-össel. 5. kerület Magyar utca 26-tól a Károlyi kerttől még mindig lezárva. Kacseszmó üzenthet nekünk. Valamint az Erzsébet fasorlón lassú haladás mindkét irányban. Nejem szerint a Föld a naprendszer elmegyógy intézete. Jó kis megállapítás. Ezekre az Istvánféle humor cseppekre. Azt mondja, hogy... Hello Balázs és Jani, tegnap este a Pimaszúr Otalszikban jól megkaptátok a magatokét Hajduk Petitől, láttátok, kérdezi Dani. Tényleg? Gyerekek, valaki küldje el, mit mondott a Péter. Igen. A Péter kedvel minket biztos nem rosszat mondott, csak írja már meg valaki. Vagy biztos, az SMS írója írja már meg, Dani, írd már meg, hogy mit mondott, mert nem láttuk, én nem nézem nagyon ezt a műsort. Se? Keveset televíziózom, már mint abból a szempontból, ami a kereskedelmi tévékben van. Sorozatok és filmek az minden mennyiségben. Nem láttam, megmondom őszintén, de érdekel, hogy Peti, hogy jöttünk szóba. Nem tudom, de biztos nagyon szellemes lehetett. Valószínűleg, amikor befejezte, akkor jelentőség teljesen kinézett jobbra a katára, a kata pedig... És Pimaszúr is velük nevetett? Nem, ez nem biztos. De nem biztos, hogy rosszat mondott, lehet, hogy humorizált. Péter kedvel minket, és mi is kedveljük. Egyébként azt azért észrevettük, hogy sokszor van az, hogy némelyik kedves hallgatónk így incselkedik, tehát hogy belebegtetelődtünk valami véres posztot, hogy nekünk nagyon beszóltak egy másik rádiócsatornán, beszóltak egy tévéműsorban, hogy ez mit mondott rólunk, az mit mondott rólunk, és kicsit érezzük, hogy itt egyfajta ilyen egymásnak ugrasztásról van csak szó, mert kiderül általában, hogy semmi olyan nem véd benneteket. Igen? Aha, tehát hogy az van, hogy ő, érted, nagyon szeret téged, valaki mond egy ilyen félmondatot viccesen, és ő ugrik rá azonnal. Hallottátok, mit mondott az előbb? Nem, mert mi itt dolgozunk is. Mi lojások vagyunk a saját műsorunkhoz. Igen, hát meg más az inger küszöbb, de nekünk azért már nehéz olyat beszólni, amire valójában tényleg felhúzzuk magunkat, hiszen mi is mindig osztunk mindenkit azért. Tehát, hogy ebben el kell, hogy az férjen, hogy néha bennünket osztanak. Tehát én nem is nagyon szoktam ezekre túlságosan hevesen reagálni, mert hát azért, ha mi merünk és tudunk és akarunk mindenkit osztani, akkor tessék elviselni, minket is osztanak. Nem? De most tehát, azért fölhívod a Hajdút. Na, hát azért oda cserélsz. Mondd meg, mit mondtál.
Nem, érdekel egyébként, Péter szellemes. Én bírom a humorát. Tehát, hogy szerintem valami szellemeset mondod. Szellemes. Én mondjuk aludtam volna, vagy aludnék ott náluk egy éjszaka. Ha magadhoz ölelnéd a katát. Nem örülnének neki annyira szerintem. Szújó Macit hívjuk, mert hogy Ausztráliában ugye hát március 17-én már rajtol a szezon, és hát gyerekek túl vannak az első teszteken, és ezeken a teszteken már azért valamennyire fel lehet mérni az erőviszonyokat. Azt olvastam például, hogy a Mercit meglepte a Mercedes, vagy a Ferrari gyorsasága. Ez az! Mondd ki még egyszer! Melyik? Ferrari gyorsasága. A Ferrari. Ez az. Ennyi. Úgyhogy... Múltkor hallottam egy nagyszerű csatornán, hogy Jerezben, így Jerezben. Jerez. Jó, tudom, de én így hallottam, én azóta csak így vagyok hajlandó mondani, és sportcsata, Jerezben kezdődtek a tesztek, és a piros nyilak így mennek. De jó. Hát ez azért olyan nagyon sokat nem jelent, meg itt kérdés, hogy ki az, aki spórol, ki az, aki nem mutatja meg az igazi erejét. A merci fölény azon most is adott, azért azt mondja mindenki, hogy kétségbejtően jók a mercik. De hogy mégiscsak azért, igen, a Mercedes lepődött meg többek között a Ferrari tempója. Bizonyám, csodálatos kedvenc pilóta. A tempó alatt mit értenek, hogy egyáltalán elindultak az autók? Nem, az eddig is, tehát a szoktak azért, így a rajtnál be tudják még kurblizni őket, azzal nincs baj, de hogy olyat mutattak ezek a srácok, érted, hogy mindenki oda van. Most a Fettel lesz a megváltó? Nem tudom, hát most hűvös finn is egészen komolyan, pont a tegnapi edzésen ő nagyon komolyan oda csapkodott. Mindenkinek aztán tudod, ilyen arccal kiszállt az autóból, de mindenkinek is elment inni egy vodkát. Én nagyon meglepődnék azért, ha Ferrari nagyon durran feltámadna, tehát ilyen mélyről azért így szerintem egy szezon vagy egy szünet alatt azért nem lehet csak úgy feltámadni. Tehát a Fetteltől pont azt olvastam, hogy talán egy futam győzelmet jósol magának, ő már annak örülne. Na most azért ezek nem annyira optimista előrejelzések, tehát ez nem csak hiszem, altatás. Hirtelen most a Ferrari ennyi év szünet meg elmaradás után egyszer csak most az ére ugrik. De meghallgatjuk mindjárt, hogy mi a helyzet ezeken a teszteken, hiszen itt van velünk Szújó Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk! Hello! Istenem! Itt van is! Ledobom a bugyim! Zoli, jó reggelt! Gyerekek, már megértem a fölkelni. Szevasztok! Látod, hello! Hogy azért ehhez is értünk kicsit. Na, mit szólsz? Nem kicsit, szevasztok! Hello! Jól esett! Óvodából éppen iskolába, rég otthon. Mi a reggeli 4-8-as programod általában? A klasszefemes reggeli bejelentkezés kicsit felborította a programot, a feleségem viszi most a gyerekeket az iskolába, én pedig itthon várom készenlétben a rajdrácson, nára hívásokat, hogy vártam. Na de ez jó, mert kicsit csönd van a lakásban, tudsz kenni egy vajas kiflit, felteszed a tejet, iszol egy kakaót, és azt érzed, hogy visszaköltöztél a saját életedbe kicsit, nem? Amikor az ember szülővé válik, akkor ezeknek a pillanatoknak elkezd nagyon örülni, és egyébként ettől nem vagyunk rosszabb szülők, hogy ezt megéljük ezeket a pillanatokat, hogy jaj, de jól esik, egy picit csöndben leüldök ilyen, és elolvasni, hogy nyugodtan egy kávé mellett vagy érek. Hidd el, hogy én abszolút tudom, én véletlenül 10 percig egyedül maradok a lakásban, és kiabálok, mert annyira fura a csend. Amikor 10 percig nem válaszol senki, akkor kezdek el megnyugodni, hogy valójában az történik, amire gondoltam, csend van. Ettől nem kell megijedni. Tehát ez gyerekes szülőként azért az ember ritkán éli meg valójában. Igen. Jól tud esni egyébként. Forma 1-es kommentátorként meg aztán még inkább, mert azért, ahogy öregszem, én is egyre jobban örülök egy-egy percnyi csendnek, ahogy Deák Bridges is énekli. Szóval, hát igen, azért megyünk előre az életben, és ezeket meg kell élni, meg értékelni kell. Srácok, hogy vagytok? Nagyon jó a Bee Gees, mondtam már ez. Na, ez ugye, figyelj, magasra a kezed, tekerd meg, föl a konyhaasztalra! Ugye, hogy jó? Dobd a nemzeti sportot, és a mamusz. Mi van rajta? Köntösbe vagy? Ne, pizsamában még. Pizsamában a köntös levettem az előtt. Kis pizsiben otthon ősz. Mi van rajta? Mi a mintája a pizsinek? Nagyon szépen keresztbe csíkos, fehér, bordó és kék. Nagyon. Elmondd már. És van egy kis mamuszod is, hogy ne fázolnak is lábacskád? Most papucsban vagyok, de nem húztam az oknit, lehet, hogy még gyorsan fölrántom majd félkézzel a telefonálás közben. Egyébként, ha már a színeknél tartunk, senki nem mondja olyan szépen, hogy piros nyíl, mint Feri. Ugye? Ugye, hogy ugye? Hat éve erre már, hogy... Mit tudnak végre ezek a srácok, ezek a gyönyörű autók? Egyébként mondom neked a megfejtést, ugye jelvénycsere volt az autó oldalán, eddig a Fiat csoport, és most az Alfa Romeo. Ne, az van rajta gyönyörű. Hát, mit mér? Hát mert a profizmus az... Rosszómen áll a keresztanyán, az volt a Rosszómen, amikor nevet adott ennek a dolog, Alfa Romeo, érted, az oldalára...
Így néz ki, és láttad a festését? Az a fekete vonaloldalt, Zoli, gyere már velem! Hogy tényleg, néz ki? Tényleg vagány, tényleg nagyon szép, bár azt mondom, hogy az idei autó közül nekem már megint a McLaren tetszik a legjobban, mert tényleg egy szép autó. Igen, de valóban a Ferrari sem csúnya, és az hála Istennek azért ezek a csúnya orrrészek, ezek eltűntek, mert módosították annyiban a szabályokat, hogy ne legyenek ezek a lépcsős orró kiképzések ott az autók elején, és valóban esztétikailag is szebbek lettek. Szóval azért ezek az autókra már jó ránézni, és ha megnézzük a teljesítményüket, bár az első tesztből azért van sok mindent, nagyon alapos következtetéseket nem lehet levonni, de azért ezek az autók gyorsultak nagyjából 3 másodpercet tavalyhoz képest, a tavaly ilyenkori állapothoz képest. Tavaly a McLarennek Kevin Magnussen 1.23.3-at ment emlékeim szerint, talán valami ilyesmit, most 1.20.8-tal nyert Kimi Räikkönen, tehát szűk 3 másodpercet gyorsultak az autók tavalyhoz képest. Ez egyébként teljesen természetes, mert ugye tavaly volt a nagy szabályváltoztatás a Forma 1-ben, új motorok érkeztek, meg hibrid meghajtás, meg minden, és azért szofisztikálódnak annyit ezek a megoldások, hogy rengeteget fognak gyorsulni. És ugye azt is megfigyeltük, hogy az első tesztekhez képest is rengeteget változnak, még az autók meggyorsulnak, majd az első futamig Ausztráliáig a szezonnyitóig. De Merci a fő esélyes továbbra is, nem? Azt olvastam. Továbbra is, igen. Ugye nagyon érdekes, mert valóban a leggyorsabb, kicsit megnéztem itt a köridőket, a leggyorsabb 5 autó közül 4 a Ferrari erőforrást használt a Jerez-i tesztben. Ugye Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, aztán 4 napból 3-an valamelyik Ferrari volt a leggyorsabb, és nyilvánvalóan elkezdtek bizakodni a Ferrari-sok, és erre egyébként minden okuk megvan, de azért kezeljük ezt fenntartásokkal, mert hogyha egy picit belemélyedünk abba, hogy hogyan teszteltek Jerezben az autókat. Tudni kell, hogy az első teszt a soha nem az időeredményről szól. Rendszereket kell kipróbálni, fejleszgetni, megnézni, hogy fogyott az autó, minden más. Tehát össze-vissza mennek a beállításokkal, ráadásul adott esetben aerodinamikai mérőeszközök vannak az autókon, amik hát finoman szólva nem a jó irányba viszik el az autónak az aerodinamikai viselkedését. Szóval, hogy mentek, hogy teszteltek. A Ferrari, és ez egy érdekes adat, soha nem ment 10 körösnél hosszabb etapot, vagy talán csak 1-2-szer. Míg a Mercedes 30-40 kör alatt nem hagyta abba a körözést. Ha egyszer kiment Rosberg vagy Hamilton, akkor 30-40 körön keresztül ott volt a pályán. Ugye mi következik ebből? Több üzemanyagot kell tankolni az autóba, az tehát nehezed, így aztán vélhetően lassabb. De azért az egy üzenet volt a többiek számára, hogy a Mercedes kiment az első napon, tehát az első teszt első napján, és csinált egy 157 körös etapot. Az dermesztő azért, miközben a te saját autóddal mész 4 kört, és aztán vissza kell állni, azért az ijesztő. Tehát hát 157 körön keresztül mentek, tulajdonképpen technikai hiba nélkül, azért itt felszaladtak a szemöldökök, hogy úristen, a Mercedes megint borzalmasan megbízható. Mondom az összesített teljesítményt egyébként, Rosberg és Hamilton a 4 nap alatt 516 kört ment, a többiek, az őket követő csapat is megállt 400 kör alatt. Tehát ennyivel többet tudott gurulni a Mercedes. Mert nagy a baj, tudod, kell próbálkozni. Nagy a baj. Mit tudunk még javítani, gyerekek? Menjetek már még egy kört, hogy akkor most pályán marad-e az autó. Szóval akkor a Ferrari talált egy olyan szegmest, amiben ők voltak a legjobbak, de egészébe véve meg... Ezt a szegmest úgy hívják lejtő. Ja. Amikor lefelhet a pályán. Mindenkinek ugyanúgy lejt. Zoli, te mint egyébként a sporták nagy ismerője, szeretője, nem örülnél egy olyan szezonnak, ahol a Merci megy 520 kört, a Ferrari megy 519 kört. De olyan unalmas volt 4-5 éven keresztül nézni a Red Bull hegemóniáját. Most itt van a Merci, tök jó, de hogy effektíve nem lesz kérdés. Tehát annyira jó lenne tényleg, ha egyszer egy olyan futamnak, vagy olyan szezonnak mennénk neki, ahol még csak azt se tudnánk megmondani, hogy melyik csapat igazán esélyes. Nem? Ez volt tavaly. Igazából ez volt tavaly, ha belegondolsz, mert ott ugye olyan gyökeres szabályváltoztatások voltak a formáiban, hogy senki nem lehetett tudni, hogy ki hogyan talál be. A Mercedes beletalált. Na de aztán 2 futam után eldőlt, hogy bőven a Mercedes a leggyorsabb. Nagyjából igen, és ez azért nagyon talán nem is fog megváltozni valóban, ahogy mondtad a felvezetőben. A Forma 1-nek az alap mérnöki logikája egész egyszerűen nem mond mást, csak azt, hogy egy ekkora ilyen mértékű dominancia nem tűnik el egyik évről a másikra, ha nincsenek gyökeres alapvető szabályváltoztatások, már pedig most 2014-ről 15-re nincsenek. Illetve a másik oldalról egy olyan komoly mélyponton levő csapat, mint a Ferrari, sem támad föl
egyik szezonról a másikra. Ezzel együtt egy erős Ferrari azt szerintem mindig is kellett, már többször elmondtam, akár itt nálatok is, hogy egy jó Ferrari szüksége van a Forma 1-nek magára, ez nem kérdés, illetve arra a kiegyenlített teljesítményre, amiről beszélsz Balázs, hogy legyen ott 6-7 pilóta, akinek esélye van a futamgyőzelemre, hiszen ne fette, tavaly mi volt? Azt a három versenyt, amit nem Mercisek nyertek meg, mindössze hármat, azt ugye Daniel Ricciardo húzta le, és hogy tudtunk örülni annak is, hogy talált egy új sztárt a Forma 1. Mi van az én kicsi Alonzommal? Én annyira drukkolok neki komolyan, ilyen tehetséges pari, ilyen hányatott sorssal komolyan, hogy kihúz 6 évet a Ferrari-nál, nem támad föl, átmegy most egy olyan csapatba, ami nem tud, az se fog föltámadni. Én úgy drukkolok neki, hogy még összejön egy világbajnoki cím, annyira megérdemel, ezért klasszis sokkal jobb, mint a legtöbb, tehát szerintem az egyik legnagyobb klasszis. Tudott menni három kört az alany nyomorúságos autóval, szegénykém? Ezzel nehéz jutok közé, hát egyelőre szenvednek igen a hondások között, ugye most állnak be ebbe a játékba, de figyelj, maradva a Ferrari-nál. Mi van, hogyha a Ferrari mégis magára talál, mégis összeraknak egy autót, mégis már bajnok is érte, hogy megvan, ott van a pályán. Nem csak szép lesz, hanem jó is. Megy, mint az állat, érted? Na, és akkor... Megállt Alonzót üldögél a pályája fölött, és veri a fejét az asztal, hogy nem hiszem el, hogy megint eljöttem. Hát azért a Hondának nyilván ugye új beszállóként mindig sokkal nehezebb a dolga egy csapatnak. Nagyon fontos egyébként azért itt a holt szezonban is mentek, vagy mennek a diplomáciai csatározások a Forma 1-ben, és a Hondát nem akarták engedni évközben fejleszteni, aztán nyertek egy nagyon fontos ilyen diplomáciai összecsapást, és ők is fejleszthetnek szezon közben. Borzasztó bonyolult a képlet annak, hogy a 32 darab zsetont, azt hogyan használhatják fel a csapatok fejlesztésre évközben, de a lényeg, hogy most már ők is folyamatosan dolgozhatnak az autón. Figyelj, hát az a nagy kérdőjel a McLaren Honda. Egyrészt ízlelgessük ezt a szó összetét, tehát McLaren Honda, hogy fölrémlik az 1988-as 92-es időszak a Forma 1-nek, szennap rossz, amikor tényleg rommá verték az egész világot, gyönyörű piros-fehér. Piros-fehér klasszikussá vált autóval, így, hogyne, persze, a szennap is sárga sisakjában, fehér és piros színben, ilyen Marlboro felirattal, ugye? Még talán a végén az volt. 35 éves kor fölött szerintem mindenkiben megmozdít ilyen gyermeki élményeket ez az emlék. Nekem is még nagy kérdés, hogy miért nem lett piros-fehér. Hát nyilván tudjuk azért, mert más a szponzor, hogy miért nem lett piros-fehér a McLaren, de mondjuk el tudtam volna képzelni, hogy egy kicsit jobban köszönő viszonyban van azzal a McLaren. Ez a McLaren Honda óriási sikerek, most a japánok visszatértek, és akkor föl kell neki építeni valamit gyakorlatilag a nulláról. Mondjuk az szerintem előny lehet számukra, hogy Jenson Button ugye egyrészt dolgozott már a japán mérnökökkel meg a Hondával, tehát ezt a fajta munkakultúrát már csak a felesége révén is ismeri. Azt mondtam, hogy Button megházasodott? Tényleg? Igen, jó döntésnek tűnik a kis lány. Nem jó szólt. Jó döntésnek tűnik a lány. Nézegettük. Igen, valamit jó döntés. Nagyon tud. Jó döntés. Helyes kis csaj. Modell egyébként, hogy az volt, és Jessica Michibatának hívták, most már Jessica Buttonként található meg minden hivatalos papíron. Na, szóval Button ismeri a japán munkakultúrát, dolgozott már a Hondával, és azért ez mindenképpen előny lehet akár számára. És ott van valóban az a Fernando Alonso, akinél jobb, nem csak pilóta, meg komplexebb versenyző, de jobb tesztpilóta sem nagyon van a formájában. Nagy kérdés, hogy mit tudnak ebből kihozni. Borzalmasan nehéz évük lesz az első, azt arra azért fel kell készülni. De ha valaki alapjában véve jól kezeli ezeket a helyzeteket, azt és állára tudja venni a csapatot, az talán pont fennáll. Hát ugyanakkor nem egy könnyű természet, szóval minden azt olvassa az ember, hogy azért így nem egy könnyű pali. Tehát, hogyha nem jönnek a sikerek előbb-utóbb, azért ott is lehet, hogy lesz egy kis frusztráció. De hát az a nagy ágyúknak, meg a nagy sztároknak ez is a egyik tulajdonsága, nem az igazi művészeknek, hogy néha kicsit kiszámíthatatlan a viselkednek furcsán. Egyébként meg valóban, amit csinált a Ferrarival, és amit kihozott abból az autóból, az szenzációs volt. Az elmúlt egy évben nem történt más, mint volt egy romhalmaz Ferrari, de az Alonsoval mindig ott állt a dobogon. Mindig ott volt valahogy, nem? Te harmadik, második, negyedik, harmadik, peskő, locsolás, és valahogy mindig pontokat gyűjtött egy ilyen romhalmaz. És hogyha tehetséges lenne azzal a jó autóval, még nyert is volna. Bizony, szemét nem volt jó autója, hát egy romhalmaz volt. De most legalább szép lesz, majd mindenki mondja, hogy Istenem, hogy mutat azon a tréleren. És amikor kizsúlat alatt a terem, akkor a lakonikus nyugalommal kikászálozott, szerzett egy poralótot és lefújta. Ő nagyon megérdemelni, tényleg. Tehát ő legalább csak azért mondom, mert ő az egyetlen Forma 1-es pilóta, akinek a sisakja fölmenne a fejedre. Bajba lenni. Egy picit, igen. Ütni kéne az felülről, igen.
Na, igen. És akkor most hol lesz a Forma 1? Most akkor átmegy az MTV-es Sport TV-re, vagy még maradtok az MN-en, vagy mi lesz? Mi a Dunán kezdünk. A Dunán kezdtek. A Dunán kezdünk, igen, ugye március 13 az egy pénteki nap, és a szokásainknak megfelelően adjuk már a második szabad edzést is felvételről, méghozzá a Dunán majd este, aztán pedig 14-én szombaton reggel időmérő, vasárnap 15-én pedig futam, de mondom még egyszer, már a Dunán egészen július, tehát 7-5-éig, mert aznap indul a sportcsatorna, és akkor átkerül arra természetesen. Hmm. És most a Duna lesz majd a fő csatorna, ugye azt olvastam, hogy az M1 lesz maga a hír műsor, tehát a Hír TV-nek megfelelő lemegy, és akkor a Duna lesz a fő csatornája a közszolgálatinek. Duna lesz a fő csatorna, de minket ez a sport szempontjából mondom csak fél éven át érint, mert aztán mi szépen átköltözünk az M4 sportra. Aha, és akkor nem is lehet nézni csak az M4-en a Forma 1-et? Igen. De hát ez egy országos terjesztésű... Ja, hogy ugyanúgy lesz az videó. Persze, ugyanúgy, tehát, hogy ugyanúgy, mint az M1, tehát hogy benne lesz a minden alapcsomag. Ott terjeszkedik tovább a Szújó Média Birodalom, a Szújó Holding. Szenden építgetjük. És mi lesz? Futball? Olimpia, gondolom. Futball, Forma 1. Azok a tartalmak, amik az MTV a képernyőin voltak, ezek természetesen fellehetők lesznek, vagy megtalálhatók lesznek ott. És igen, hát a következő nagy menet az egyrészt a 2015-ös vízes világbajnokság, ugye Kazányban rendezik, az már például sportcsatornás, jövő nyár második felében, és aztán 2016-ban meg van egy CRB, meg van egy olimpia. Rióban. De hát ne szaladjuk annyira előre. Jaj, de jó lesz, megint lesz olimpia, megint lesznek egy órás monologizálásaid a laptop felett. Jó volt, de milyen ügyesen beszélt egy órát. De én az olimpiában azt szerettem, hogy 3 napig nem volt az olimpia, érezték, hogy baj van, aztán megérkezett. És alattam kezdve szegényként szinte ugyanabban az ingben, bármikor odakapcsoltam, az Oli ott ült egy laptop felett, és nagyon mondtam, hogy Isten, legalább adjatok neki enni valamit, akkor hagyjon valamit. Bármikor kapcsoltam, Zoli volt a tévében szegény. Amikor reggel bezártak a stúdióba, és éjszaka kiengedtek onnan. Hát konkrétan azt láttam, hogy beköltöztél. Tehát 3 napig, 4 napig nem voltál, rájöttek, hogy picit bajban, megérkeztél, és onnantól ez a 3 hétig egy ilyen infúziós állványt láttam néha mellettet, ha a kamera rosszul svenkelt, azt is kicsit tágabbat adtak, akkor benn volt az állvány, amint kaptad a sósvizet. Egyébként az első pár nap az azért maradt ki, mert pont akkor volt a magyar nagydíj, és ahogy leintették a Forma 1-es magyar nagydíjat, mentünk a repülőtérre a Hungaroringről. Még jó fejek voltak a ringesek, mert megengedték, hogy lezuhanyozzak ott valami hátsó garázs mögött, és akkor onnan mentünk ki a repülőtérre, és Szilágyi Áron olimpiai érmét például, aranyát, azt még a reptéren pont az olasz tévésekkel néztük, hogy egy olasz ellen vívott és nyert a döntőben, úgyhogy az még a repülőtéren volt meg, és akkor aztán éjszaka megérkeztünk Londonba. Igen, az elég súlyú volt. Nagyon jó. Az olimpiai közvetítések defibrillátora voltál. Újra élesztetted azt a csatot. Jaj, jó, ha indul a futam, előtte beszélünk. Jó, Zoli? Vigyázz magadra. 15, igen, azt kell megígézni, hát ezt nekünk elég könnyű lesz, mert hát bevakózolva ez az időpont, de valóban Ausztráliában indul. Ugye nagy kérdés, hogy például a német nagydíj lesz-e, mert most azért kicsit megy a... Azt hallottuk, hogy ez veszélybe kerül, mert ez magyar szempontból nem biztos, hogy baj, nem? Sőt, finoman szólva, hát igen. Akkor előlünk kikerülne egy futam közvetlen előlünk, akkor azért az talán látszódna a jegyeladásokon is, meg a vendégek számában. Bár a Hungaroringen azért, hála Istennek, nagyon szépen néznek ki a lelátók, ellentétben például a Hockenheimben, ahol gyakorlatilag tök üresek voltak a Forma 1 alatt, és ezt elégelte meg Bernie Eccleston. Ráadásul a német dolgot az is bonyolítja, hogy ott elvileg a Nürburgring és a Hockenheimring felváltva rendezni a futamokat. Komoly bajban van jelentően mind a két cég. De azt el tudjátok képzelni, hogy egy Mercedes világbajnoki év után, ott van Rosberg a Mercedesnél ráadásul, ott van egy Vettel, aki most átigazol a Ferrarihoz, és a német szurkolókban azért ez a kombináció valamit meg kell, hogy indítson. Hogy valaki néhány világbajnoki címmel a zsebében a szenvedő Ferrarihoz megérkezik, és aztán esetleg elkezdődik. A régen szenvedő. Régebben szenvedő Ferrarihoz. Nagyon szép, igen. Szóval azért azt nehéz lenne elképzelni, hogy a német majd mindezek ismeretében kimaradjon a versenynaptárból. Hát de nem Börli bácsi zsebéből, nem pont a németek vették két szabad szemmel, eléggé látható Szeged, és nem ez Börni bácsi bosszúja, hogy akkor azt mondja, hogy hát biztos, hogy lesz nálatok nagy díj, nem? Arra a 100 millió euróra, amit igen, peren kívül így megegyezett hirtelen, hogy mégsem kerüljön börtönbe 90 évesen vesztegetés miatt. Igen. Nem lehet, hogy ez most egy olyan húzás, hogy akkor igen, kicsit, akkor most érezzétek, mi van, ha nincs futam, mert nem visszük oda a Forma 1-et, nem? Jó helyen kapizsgált, tehát valószínű, van összefüggés a vesztegetési botrány is most a német nagy díj körüli balhék közül. Azt sem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy a német pályák valahogy össze
zártak, és akkor Eccleston próbálják meg kellemetlenet helyzetbe hozni, de hát Eccleston azért, szerintem őt ez élteti, hogy ezek a helyzetek éltetik az öreget, hogy most 84 éves, zseniálisan pókerezik meg, backgammonozik mind a mai napig, tehát ha ezek nem lennének, akkor ő nagyjából kiszállna. Meglátjuk, hogy mi lesz a... Hát láttam a lányokat, már kiházasították őket, hát megalapozott a jövőjük. Szóval, hogy ők is egy szabad szemmel nagyobb látható összeg felett rendelkeznek, és ugye a lányok úgy vásárolgatnak a Loire-menti kastélyukat, meg nem tudom, miket döbbenetes egyébként, tehát felfoghatatlan, hogy ott micsoda birodalom van egyébként. Ne kelljen nélkülözniük. Hát ne, hát meghúzzák magukat, igen. Néhányan van, akit a stúdióban, akik szívesen kezdeményeznének egy örökbefogadást, ha esetleg egy fiúra is szüksége lenne. Mondd meg Börninek, én szólítom papának. Én bárminek. Ezen nem újjon. Zoli, csörgünk, vigyázz magadra, jó? Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy hívtatok. Szia, Zoli, köszönjük. Csáó. Köszönjük szépen. Csáó. Na, gyerekek, ott a lányok azért igen. Költekezhetnek egy kicsit. Na, hát azért ott van miből. És ráadásul jól is néznek ki? Igen. Odaérnél? Hop-hop. Hát azok anyai gének. 7:30 múlt pontosan 5 perccel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha valaki szeretne Óven bácsival jelentkezni, jelentkezzen akkor játékra SMS-ben. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 egészen pontosan, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. M1-es Pest felé a Lébényi lehajtónál drága fotók készülnek. Ezt Ivekós küldte nekünk. Elpusztult kamion az M0-as 26-os kilométerénél Győr felé, a külső sáv foglalt, üzente nekünk Ede. Köszönjük szépen. Kistarcsa M3-as 60-ig jó járható, enyhén fagyos, gyönyörű reggelt mindenkinek. Ez szélvédős Feri küldte nekünk, valamint az M1-es autópálya 142-es kilométerénél Mérnek Budapest felé Lipi Bandi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Miért van az, hogy amikor arról van szó, hogy én alszom pizsamában, akkor darabokra szedtek, amikor meg a szújóról derül ki, ugyanez, akkor itt jó fesketek, meg cukiskodtok. Miért? Ha, jó, az neki jól áll, tudod? Tehát, hogy ja. A szújó macinak már szüksége van erre. Jó a kérdés egyébként tényleg, hogy ez valahogy elkerült a figyelmemet. Én miért vagyok ciki, ő miért menő? Hát van pizsamából is ciki, meg van pizsamából is menő. Tehát, hogy, és nem csak a pizsama az oka, ha érted. Tehát, hogy ott még azért lehet fokozni. Attól függ, hogy milyen a pizsamád, vagy milyen az ő pizsamája. De ha az én pizsamámon mondjuk ágaskodó paripák vannak, akkor már nem rossz, mert az a Ferrari jelet. Piros alatt a fekete pari. Akkor szerintem nagyon menő vagy. Akkor szerintem te vagy a legmenőbb pizsamás csávó a világon. Na jó, akkor veszek egyet. Soha nem értettem, hogy palik miért alszanak pizsamában. Tehát ez számomra teljesen felfoghatatlan, és most, hogy mondod, tényleg fáj, hogy kicsit elmentünk, hogy a szújó is pizsamában alszik, erre le kellett volna csapni, valószínűleg még korán van, döbbenetesen furán néz ki, amikor hosszú kezű, hosszújú, hosszú lábú pizsomába alszanak felnőtt, izmos, fiatal férfiak. Hát ez... Passzentos izével, tudod, a bokánál és a csuklónál, tudom, ez az összehúzott, hogy hívják, igen. Van annak valami neve, összehúzott, hogy ne menjen be a hideg. Milyen színű, vagy milyen az állaga, vagy milyen keki. Szatén, vagy keki szín, vagy szatén. Hát egy szatén keki. Egy ilyen hát egy ilyen világos kék. Világos kék. Hát a szürke és a világos kék között. És igen. Alatta van még egy boxer alsó, vagy csak a pizsoma? Nem, alatta egy farmer nadrág. Nem, nincs alatta. Jéger alsó és pizsoma. Nem, nincs alatta semmi. És kis zokni? Csak a fajfenntartásom eszköze. Van néha zokni. Van néha zokni, a kis lábacskát ne fázzon. Igen. Nagyon zokni? Egy ilyen kis titok zokni. Nem, mintha nem látszódna, mert hogy igen, mert nem húzom. Igen, nincs, gondoltam. Nem, de hogy az egy valami gyermekkori trauma, amit nem nőttetek ki ti pizsomás férfiak. Tehát, hogy ez valami az lehet, hogy egyszerűen annyira utáltátok, hogy vagy megszerettették veletek. Szégyellem a testem? Nem hiszem. Hát én is... Ki elől szégyelled a takaró alatt? Annyira jó mesztelenül aludni, vagy egy pólóban, vagy egy boxer alsóban, de ez a alul-fölül szaténbe, műszálba burkolom magam és bebújok, hát ez egy nagyon bácsis. Figyelj, kitelepüléseken egyébként, amikor ilyen hotelokban vagyunk, akkor nem szoktam felhúzni. Otthon felhúzod, és hotelban nem? Igen. Na hát akkor, de hát akkor mi? Jó, de a hotelban az ablakon is kiállsz és mutatod. Ah, ja, mondjuk ez is igaz, hogy akkor meg állom fél hotra iszom magam. De otthon nem, vagy otthon pont pizsomában a hotelben. De akkor hotelben miért nem? Tehát, hogy ott akkor lehet, hogy mert a hotelben van fűtés. Nem kéne lekapcsolni spórolás szempontjából a fűtést otthon, bizonyára. Ez a furám azért, az ember 16 fokban alszik, ott még megértem, hogy pizsomában alszol. Kicsit spóroltak, és ez teletek ered. Mi az? Éjszaka anyjuk alszunk. Azt mondják, hogy az egészséges. Így van. Na jó, de nem a 11 fok. Még ha az egészség vezérelne is. Apa, mondtam, hogy egészséges. De a jégcsapok. Apa, deresedik az ablak. Nem ad rá fűtéses. Spórolunk.
600 forintot ezzel. Az immunrendszered, mert meglátod, hogy megerősödik, virág. Hát akkor itt van a kulcs, hogy igazából te azért húzol otthon pizsomát, mert fázol. Mert letekeritek 12 fokra a termosztátot, míg a szállodában befűtenek, rohadt jó idő van, és ott viszont nem fázol, és lemersz vetkőzni. Tehát tessék a konvektorra egy kicsit adni. Nem magunkon spórolunk. Hát milyen világ az, amikor már az ember a saját testétől veszi el a meleget, és inkább pizsomát húz. Nem? Hát igen. Igen. És így igen. Gondolom. Most azért én gondolkoztál, és azt mondtad, hogy... Mondd, hogy jó világ. Hát milyen világ lenne? Jó. Nem is néztem, hogy van egyébként 15 fok felett még lehetőség a termosztát. És hogy spóroltok még éjszaka, hogy kihúzzátok a hűtőt is, hogy éjszaka ne menjen, úgy cselszünk belőle? Vagy tehát, hogy mi a? Nem, összebújunk és két óránként cseréljük, hogy ki van középen. Hát télen hűtő? Hát minek? Hideg van kint, kirakja az ablakba a tejet. Kirakjátok a szalámit. Ennyi, meg amúgy is vermelünk. A gabona szalámit vermelünk hátul. És lehet, hogy egyébként... Én nem tudom, szörnyen férfiatlan a pizsoma. Szerintem szörnyen férfiatlan, tényleg. Tehát, hogy én nő lennék, és látnám a saját férjemet pizsomában, kiábrándulnék belőle. Tehát egy nőnek állandóan látok talán... ezekben a szórólapokban, mindenféle ilyen katalógusokban. Attól nem kell megvenni ilyen modelleket, akik ott állnak, és nem férfiatlanok. Paperos, nem, ez egy boxer alsó, egy póló, egy atléta, mesztelenül, jó meleg a paplan. Hát vegyél egy olyan paplant, ami jó meleg. Az atlétát gyűlölöm például. De miért nem vagy mesztelen? Hát ciki az atléta. Ciki? Aha. Még én sem alszom atlétában, én vagyok, totál mesztelen vagyok. Ilyen semmi értelme kategória. Akkor már inkább egy póló. Már úgy jössz ki a kicsit párás fürdőszobából, hiszen azért van pára, mert kint hideg van, és akkor ott benne nagy... deres, nem párás. Hát de nem, hát a fürdő, nálunk pára, nálatok tér a tömeg, hogy milyen. Köd és dér van benne. Hogy már ott a füriben felveszed a kis pizsomádat? Igen. Igen? Igen. És kilibbensz a fürdőszobából, frissen borotválva, frissen megfürödve pizsomában? És úgy jössz le vacsorázni, hogy pizsiben vagy? Nem. Vacsora előtt még nem. Vagy még rendesen ruhába, hát kabátba, pótaposkóba. Csak ne fázzon meg az ember. Persze, és akkor utána. Elfürdök, és akkor így. Hát ha kell fürdeni. Hát ha kell, nem minden be. Ha előtte futottam, akkor azért leizzad, akkor minek fürödj. Igen, azzal átmossa az izzadsága, lemossa. De miben alszol? Mesztelenül. Nyugtass meg, hogy nem pizsomázol. Mesztelenül. Szigorúan. Jó, világéletembe. Már a pólyát itt letéptem magamról. Az öregedés egyik ele, ha elkezdesz pizsomázni. Szerintem. Soha nem is volt pizsomám. Talán nagyapámat láttam pizsomában. A régi csíkosban. És gombos volt. Emlékeztek a régi pizsire? Tehát az úgy nézett ki a régi pizsi, mint egy ing. Volt nyaka, és gombos volt fölül. Jó, eljön az a régi. Fel. Ja, neked olyan van? Hát, na az ja, a ja, ez a régi? Ebben ilyened van. Jézus. Is. Nem. De nem egy ilyen pamut pizsid van legalább, ami olyan, mint egy hosszú ujjú póló. Pamut, én mindig kiszoktam vágni a címkét. De milyen belőle, hosszú ujjú póló, vagy mint egy ing olyan. Tehát vannak rajta végig gombos? Végig gombos is az, van. Az a régi klasszik. Az a nagyon és van felső zsebe. És van felső zsebed? Igen, felső zseb is rajta van egy ilyen kormánykerék ráhímezve aranyszál. Janinak karácsonyra. Igen, most mondom, hogy az a legót varab. Tehát, hogy hogy Royal Nyavi. Nyavi? Az a lehető legkellemetlenebb. Írjuk fel, hogy a szújótorról kérdezzük meg ezt a pizsomás dolgot, tényleg. Tehát, hogy egy érett, felnőtt férfi ereje tejében. Hát hívjuk vissza. Csörögjük rá. Hívjál fel a szújót, hogy tudod, hogy miért alszik pizsomában. Csak egy mondat erejéig, hogy Maci, miért alszol pizsomában? És lehet egyébként, hogy az olyanak olyan ágya van, ez a kivágott a Ferrari-s versenyautón. De a Ferrari-s nem lehet, hogy annyira nem rajongó. És a Móni miben van? Ő női pizsamában vagy, ő kis bugyi, vagy ja, neki van kis Halloween? Kis az jó, az pirom a csajokon, a Vikinek is egy tök jó egy kis Halloween, tudod, alatta nincs semmi, az úgy jó. Bidol. Hülyén érezném magam a saját nőm mellett ilyen öreg uras pizsamában, miközben ott alszik egy ilyen kis baby dollban. Hát az mennyire bácsis, nem? Hát olyan, mint örökbe fogadtam volna. És gombos a slicced, vagy elő tudod venni, ha pisilsz, vagy ki kell gombolnod? Hát, van gombos is, meg van, hogy hívják is sima. De és vágott, te slic van. Mit? Slic van mindegyiken. Igen. Aha. Nem mindegyiken, az egyiken nincs, mert az egy hogy hívják ilyen. Jéger alsó. Aláöltözett, abban most cseréltem gumit pont. Itt az Oli. Halló, Zoli. Szevasztok. Figyelj. Valamit elfelejtettünk? Igen, egy elég fontos dolgot. Te miért alszol pizsomában? Ezt már a feleségem is megkérdezte. De tényleg komolyan mondom. Olyan papás. Na, hát köszönöm. Erről beszélünk 20 perce, mert a Janinak feltűnt, hogy te pizsomában alszol, és hogy téged nem bántottunk, de Janit mindig szétszednek ezért. Mondd meg nekem, hát egy ereje teljében lévő férfi vagy, hát hogy tudsz ilyen paperosan? Mármint én, és itt vagy te. Miért ilyen paperosan nyomod, de tényleg? Hát ez... Figyelj, én nem tudom, hogy gyerekkoromban így szoktam meg, de most értem vissza rá, nem is tudom, talán idén télen, vagy lehet, hogy már tavaly télen is elővettem ilyen hidegebb. De fázott
a kis derekad? Vagy ez ugyanez, mintha én mondtam volna. Lekapcsoljátok a termosztátot 12 fokra, és spóroljátok? Igen, gyere, megmelegítjük egymást. Ez egy pizsama nem rossz, hogy nem tudom miért. Hát valahogy visszajöttek, nem tudom, gyerekkori fejezek. Legalább egy kicsit modernebb, vagy ez a nagyon klasszis, hosszújú, nem szűkített, ilyen nem tudom, ilyen műsejem anyag, tudod, ami ragad, tapad, tehát az? Nem. Ilyen jó, nagyon jó pamut anyaga van, és szerintem egészen jól nézek ki benne. De erről a feleségemet kérdele megkérdezni. Tehát nem tudom, én egyébként te mesztelenül alszol, Balázs? Én igen. Na, mert hogy én soha nem tudtam. Tehát nekem valahogy kell a takaró és a bőröm között valamilyen réteg, mert úgy érzem komfortosan magam. Ez olyan, mint mondjuk, hogyha pulóver alá felhúzunk még nyilván egy pólót is, nem szeretem. Azt tudjátok, hogy egyetlen lépés választ el benneteket a hálóinktól és a hálósakkától. Aztán az összeköltözéstől. Igen. Azt látok, bízom. Egyébként Janival nagyon megértenék egymást, azt már figyeltem, kibontakozott azért a személyiségét az elmúlt pár évben, és minden gond nélkül. Simán. Kiraknám a kis frissen mosott zoknikat száradni, nem tudom én. Én például, amikor mesztelen vagyok a takaró alatt, én mindig azt érzem olyan, mintha egy ilyen bőrruha lenne rajtam, és például a bőrruhákat is utálom. Így van, pontosan. Én azt szeretem, hogy feszesen vannak rajta. Valószínűleg ez valami magzati élménnyel kapcsolatos, hogy újra azt akarjátok átélni, hogy meleg van, anyag van körülöttetek, tehát hogy féltek a mesztelenségtől, de nyugtass meg, azért nem úgy fürdesz, hogy nem engeditek le a vizet, és beül a feleséged, a gyereket, és te vagy az utolsó. Berakod magad alá a ruhát, és kicsit megtaposod, hogy a lezuhanyzott vízzel egyfajta öblítés is legyen, ugye? Tehát, igen, azért... bekucorodunk a 8x8-as gyakuzival együtt, és összehúzzuk magunkat. Nem tudom, mi ez a pizsama dolog egyébként, majd tényleg lehet, hogy egy pszichiáterrel kellene beszélgetni. De figyelj, az ágyad ugye ez a versenyautó formájú hatalmas gyerekágy, nem? Persze, hát hogy a fenében, igen. És a párod is mondta már, hogy ne dob le a pizsit, tehát hogy valami... Azt mondja, tök ciki, hogy ebben alszom, és igen. Tök igaza van. És tök még igaza van. És hetente mondja, hogy dob le a pizsit, vagy csak havonta most? Havonta, egyszer még a régi beidegződések nála is előjöttek hétfőnként. Igen. Figyelj, de nyugtass meg, hogy nem abban vacsorázol. Tehát legalább vagy annyira kegyes a családodhoz, hogy amikor már sötét van, csak akkor veszed föl, ugye nem az, hogy kijössz az zuhanyzóba pizsibe, és még leülsz ilyen papásan vacsorázni. Tehát nem így tolod, ugye? Hogy ott ül a család, és te pizsomában ott ülsz a vacsorasztalnál. Az a következő lépés lesz, egyelőre még civilben vacsorázol, de nem rossz az ötlet, amit mondasz egyébként. Mennyivel kényelmesebb egyébként. Figyelj, ha rajtam múlna, akkor én kizárólag ilyen technikai öltözékben járnék. Kizárólag túrafelszerelés lenne rajtam. Basszus! Ennyi, ti tesók vagytok! A Jani itt valami több van. Itt valami több van között. Ez valami, igaz szerelem. De nem tudom, hogy genetikailag van között. Még azért mindig jobb, mint ha mondjuk egy tűzálló maszkot húznál a fejedre éjszaka, annyira átéled a Forma 1-et. Igen, egy teljes nyakvédő, tudod, a helyzet, amivel szolgálnak az ember. Na jó van, köszi Zoli, vigyázz magadra. Ciao. Ez volt a téma. Nem, hogy téged nem bántottunk ezzel, meg elment a fülünk mellett, Janit minden ilyen érdarabokra szedjük, és felvetett, hogy téged hogy nem, és akkor gyorsan visszaírtunk, hogy tényleg egyébként miért alszolt a pizsomában? Pizsama rules. A pizsama az új smoking. Ciao Zoli, köszi. Köszi, hello. Nektek tényleg össze kéne kérni. Hát és ráadásul, hogy bemondta a végén ezt a technikai cuccos vonalat, hát a legjobb, a legkényelmesebb, és tényleg legminőségibb cuccok. Már legminőségibb? Igen, na játszunk. Jó, itt van a játékosunk Óbel bátyival és Beru nénivel, játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Melcsi vagyok Siófokról. Melcsi! Hello, Melcsi! Micsoda lendület! Hello, Melcsi Siófokról! Mit csinálsz? Dolgozol már? Még nem dolgozom, kislányt hoztam az iskolába. Na, és egyébként mit dolgozol? Egyébként egy családi KFT-be vagyok tulajdonos, meg a Teddy, de vidd oda, menj ide, menj oda. Ez jó beosztás. Igen, az tehát jó. Mindenes gyakorlatilag. Pizsi vagy nem pizsi? Nem pizsi. Nem pizsi, helyes. Párod se pizsi? Nem. Nem, szigorúan nem pizsi. Jól van, gyerek, Ovi is azt mondta, Doviba vitted? Nem, iskolában, iskola, most iskola. Másodikos. Szereti? Igen. Egy gyermek van? Igen. Egy gyermek. Jól van, na bele is vágunk a játékba, jó, Mácsi, figyelj. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, hallgass meg. Hát, valami forgalmas helyen vannak. Igen, megmondhatatlan. Valami kávézó, vagy nem tudjuk. Jó, mutatjuk az éneket, figyelj.
Jaj, hát ezt tudom. Na. Lehet csak ez? Lehet, hogy az előadót nem tudom, de nyár van és semmi baj, olvadok, mint a vaj. Ja Istenem, ki énekli? Na, de jó a címe is. Jó a dal címe is. Mert tényleg ez a szöveg, csak hogy mi a címe, hogy ki az előadó. Húha. Ez így nem jó, hogy elénekeltem. Olyan szép hangomban, olyan bár hangomban. Nem volt rossz, csak vigyázzék el minden egyes eléneklésnél, nem tudom, tudta, de néhány tucat alsóhelyt, hogy elpusztul. Igen, nekünk is. Tudom, hát amilyen bár hangomban, nem csodálkozom. Na, mi lehet ez? Az énekes fiúról sokat lehetett hallani mostanában, hogy bent volt, aztán kijött. Meg tudnám esetleg még egyszer hallgatni? Persze, persze, mutatjuk, figyelj, hallgass meg. Balázs is nagyon sokat beszél róla. Ez az UFO lesz. Az. És ha tudnátok, hogy micsoda két pasi segített nekem itt az iskola parkolójában, találtam két apukát. Tényleg? Beszélgettek, és mondtam, hogy sziasztok, gyorsan kapcsoljatok rádiót, és segítsetek nekem. És hallgattak minket, és pont meg tudták mondani, hogy hogy így van, na. Így van, úgyhogy nagyon szuper, köszi fiúk. De jó. Jó van, Mecsi, megvan az ajándékcsomag, és benne van minden. Ez a legjobb. Jó, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Régóta? Istenek vagytok. Igen. Főleg a lányom. Ajaj. Na, örülni fog, az mindig jobban. Nagyon köszönöm. A gyerek örül. Köszi, Melcsi, a játékot, ciao. Szia. Én is, hello, sziasztok. Hello. Egy perc van pontosan 8 óra, jön a mi drága Gáborunk, Mr. Puliszka. Igen. Mr. Puliszka jön, hogy a maga kis szokott, visszafogott módján elmondja nekünk a legújabb trendeket, retteneteket. Zakó vagy pulóver? Vagy kardigán? Szerintem a laza, ma pulóver. Ja. Ma pulóver. Ma még nem láttam. Repi vagy valamilyen márka? Repi. Jövünk Ákos híre után. 4:09 lesz, pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk és folytatjuk a klasszon. Ha valaki nem tudná. El kell ezt mondani. Az gyerekek, ezt el kell mondani, így van, köszönöm szépen. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mit írtak a mi drága hallgatóink. Budai alsó rakpart Rákóczi és Petőfi híd között elesett, ezt Melinda küldte nekünk. Melinda, drága vagy, köszönjük szépen. Aztán az M6-os 42-es kilométerénél Pest felé fotóznak, valamint van egy elpusztult kamion az M0-as 26-os kilométerénél Győr felé, méghozzá a külső sávban, ott is mindenki vigyázzon, üzente nekünk Ede. M3-as 60-ig jó járható, enyém fagyos. Szélvédős Feri azt írta, hogy arra felé nincsen semmi gond. Köszönjük szépen! Azt mondja, barátom Svédországban él, megyek hozzá látogatóba, kérdeztem tőle, mit vigyek, mi a kívánsága, azt mondta, hogy morning show-s bögre. Na ezt hogy oldja meg, kérdezi Márti. Nehéz ügy. Hát nehéz ügy, ráadásul az az oldal, aki ezeket hamisította, hogy nem a kardoskodott, hogy nem jogsértést követel, aztán a megszólalás után 10 perce már levette ezeket a relikviákat. Minden kvázi tulajdonképpen. Milyen érdekes mondani, igen, beismer, vagy azért ez nem teljesen törvényszerű, hogy én csak nyomtatom, én csak legyártom, én csak forgalmazom, de egyébként semmiféle jogsértés nem követek el. Már nincsenek fönt ezen az oldalon. A kamubögrék, hát valahogy meg kell próbálni nyerni, nem? Ez az egyetlen megoldás, nem nagyon tudok mást mondani, igen. De hát ha sikerül. Na, gyerekek, csütörtök van, a legszebb ünnep a 8 óra, nézd meg milyen szép. Egy gyönyörű zakóban, egy szép nyakkendőben, nyilván ma valami fontos kis előadás lesz, úgyhogy folytatjuk, megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lép be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Csak annyira a hatásom alá kerültem. Igen, tudjuk. Hello! Gábor, jó reggel! Hello! Na mi van te, drága? Hát milyen csinos vagy ma? Köszönöm szépen, hát tárgyalásra utazom, megyek. Hoppó, bíróság? Valami csúnyán mondtál? Mi van? Nem. Na, veled vagyunk. Perelünk, Gábor. Te ipari cég? Nem, egy komoly szakemberrel találkozom. Na. És, hát ilyenkor azért illik úgy picit kicsípni magam, és akkor ilyen módon most fölöltöztem. Képzeljétek el, hogy a héten ért egy megrázkódtatás, még mindig a hatás alatt vagyok. Elfogyott az agávé szirup. Lehetett a fejringet? Nem kapták kandírozott alóverát, az iskoláját, a kutyafáját, hát mi az Isten történt, ne csináld. Hát. Voltam egy
egy városban előadni, és képzeljétek el, hogy az előadás beszélgetés volt inkább interaktív. Beszélgetés közepén megszólalt valakinek a mobiltelefonja, de nem ám akármilyen csengő hangja volt, disznóvágás csengő. Jó, de gyönyörű! Azt a minteni! De szeretem! De mit keresett ő ott nálad? Amikor a böllér ugye szúrja a disznót, akkor ugye erős visító hang, de már előtte is. Szenge, folyamatos. Ma már ez nincs így, azért ezt hadd mondjam el, de igen, értele. És ez még hagyján, de az orból úgy visított, mint a marad. Hát, ha rendesen csinálják, akkor már nem megcsapadták árammal, szegény. Rendesen, részegen. Rendesen, részegen, akkor nem hallod. Mondjad, Gábor. És ugye el lehet képzelni, hogy csendesen ott beszélgetünk, a hallgatók kérdeznek, és egy visító mobiltelefon keresztül érkező visító malac hang, és a hölgy nem tudta kikapcsolni. Folyamatosan visított az a malac, majd miután nagy nehezen kinyomta, újraindult. És ezt hallgattuk, hát persze a hallgatók nevettek, és hát azóta is a hatása alatt vagyunk. De te sírtál egy zsepit, azért oda nyújtottak, hogy Gábor, semmi baj. Nem, hát ez az kérték, élet. Így élnek emberek. Többen és kérték, halnak disznók. Hogy hallgattass el, illetve jelezték, hogy ha ezt én itt a Klassz FM-en elmondom, akkor a Ferit, mintha hájjal kenegetnék. Így is van. Pontosan. Így de is van, azok az emberek. Hogy... ki a tégla köztetek. Én küldtem, az én emberem volt, csak lebuktunk. Bárki ilyennek szólal meg a mobiltelefonja, az pont soha nem tudja kikapcsolni. Észrevettétek? Egyes zavarban van, annyira gyorsan akarja, hogy az összes gombot megnyomja, ezáltal egy dolog történik, nem hallgat el a telefonja, és nem tudja kikapcsolni. És ez mindig a legcikébb csengő hangoknál van. Egyébként igen. Igen. Igen, és komoly szakmai stáb alakult, hogy kell ezt a telefon kikapcsolni, többen érkeztek a helyszínre, illetve a első-második sorba, hogy kikapcsolják ezt a telefon, szóval komoly. De engem például rohadtul nem zavar, hogy ahogy amilyen hangja van a növőzabnak. Érted? Tehát, hogy benneteket mély zavar az, hogy mi, akik normálisan ezt... A kaszál, tehát ahogy a zabfejek ledőlnek, érted? Wow! Na te gondold el, hogy ott vagy egy előadásod, nem? Éppen nem tudom, elmélkedtek arról, hogy milyen jó a fehérje, mindenki kevesebb állati fehérje, több növényi fehérje, visító malac, az is érdekes, hogy kinek szól, kinek csörög így a telefonja, tehát azért, ugye? Tehát eltávolítottátok a provokatőrt? Kivezettetétek a teremből? Nem, lehet, hogy a férje megviccelt őt, vagy nem tudjuk, tehát... És mondta, hogy Feri, ezt értette szem. Komoly volt, hát ugye ezeket ugye meg kell emészteni, föl kell dolgozni. Ez komoly stresszes az életem, neked is, a gondolkozom ugye? Azért, hogy nagyon komoly durva. Trauma volt, megszólalt egy mobiltelefon malac hangon, azért van stressz az életedben. Egyébként Gábor. Annak idején én magam is jártam Erdélyben, és fogtam a disznó hátsó lábát, nem sokáig, mert hamar elrepültem. Igen, csak szóltam, hogy most nincs disznóvágás, engedd el. Hagyd azt a disznót, Gábor, igen, most nem vágunk disznót, május van. Azóta már más világban, igen. És hallottuk, voltál megint a doktor Tóthban? És lemostad a mindig szellemes, mindig flott, mindig jó sármos. Engem ezzel kapcsolatban csak egy érdekel. Szép voltál, Gábor? Én láttam, szép volt. Helyes. Jó. Hát, na most már ott állandó szakértő vagy? Ez tök jó. Nem, néhányszor ért az a megtiszteltetés, hogy meghívtak, és akkor így. Érte őket? Őket, így van. Mi nem vagyunk műsoririgyek. Tehát itt vagy minden csütörtökön, ugye a mi emberünk, persze. De hadd menjen. Megszoktuk már, hogy aki nálunk felbukkan, és sok időt tölt el, előbb-utóbb mindenki átveszi gyerekeket. Tehát lásd, Polgár Peti, Tibi. Előbb-utóbb nagy csatornán fémműsorjével esett saját műsorra. Gábor, akinek nálunk itt rovatam, az előbb-utóbb valahova elviszik, de ez nem baj, mi erre büszkék vagyunk. Az összes emberünk, aki szétszóródott a szélrózsa minden irányába a kereskedelmi tévében, rádióban, büszkék vagyunk. Csak a hálát ne felejtsd, de azért én hűséges maradok hozzá. Gábor, mondd meg nekem, hogy te, aki ott voltál test közelben, és átélted a doktor Tóthot, miért táncolnak teljesen szürreális módon abban a műsorban? Én bármikor oda kapcsolok, ott mindig kielemzik a mellékvese működését, és a végén van egy nagy közös tánc. Hogy az mi? Mi? Veled csinált? Ki az, hogy neked kell? Ennyit az epekőről és most! Figyelj, nem hiszed el, a múltkor zumba aerobikoztak, és különböző szervek eltáncolták, hogy ők most hogy mozognak. Nem hittem el, az nagyon szürreális volt. Neked volt ilyen performance a végén? Csicsóka dance. Nem. Nem kellett? Semmi nem volt? Nem kellett. Megúsztad. Nem mondd, hogy nem volt egy kis bulgur bugi. Hát szerintem a média is egy picit evickél, ugye, mert egyrészt ez a műsorfolyam ugye azért jó, mert szakmai információkat is ad, ami rendkívül újszerű a mai világban. Másrészt azért meg kell tartani, gondolom, azokat az elemeket, amik olyan népszerűvé teszik. Na, mit hoztál nekünk mára, Gábor? Olajok. Hidegen sajtolt olajok, illetve olajbárók témáját. Hogy legyen, ahol lehet kapni olajat, vagy pedig olyanok, akik ezzel foglalkoznak. Igen. És üzletszerű.
Mind a kettő. Nem, hát ezek egy olajbárok. Kis bárok, bemész, és az olajbárban iszol. Felesz leves. Egy ideges fajtoltát a rohadt életbe megcsatlakozott. Egy lebagolajat nekem is egyet a haveromnak. Félelépet egy agronómussal. A olajbárok, ez mit jelent, Gábor? A helyzet az, hogy ugye általában megállunk a napraforgó olajnál, meg annál a témánál, hogy olajban süti, és megsütjük, nem tudom, a rántott húst, vagy rántott tofut az olajban, és ezzel kész is az olajkérdés. Ehhez képest ma már ugye a szakma is jól tudja, hogy az olajokban gyógyító terápiás hatóanyagok vannak, akár a tüdőre nézve, a keringésre nézve, a gyomor, a bél. Létezik az olajterápia fogalma, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú olajat fogyasztunk. Reggel valaki mondjuk bedob egy kanál lennagolajat, akkor ezzel a hőháztartását teszi rendbe, tehát nem fog annyira fázni. Ugye a zsiradékok azok nagyon komoly, fontos szerepet töltenek be a testben, sejtfalépítők, idegrendszeri működés serkentők, ugye vitaminoldók, és arra kell figyelnünk, hogy amikor zsiradékot fehérjével leszünk, mondjuk rántott húst, ugye olajban süt rántott húst, akkor a gyomor megpróbálja emészteni a hús fehérjét, hiszen az ott emésztődik, ott indul el, de az a gyomorban nincs igazán sok zsiradékbontó enzim, ezért megüli a gyomrunkat. Ha viszont salátával fogyasztjuk az olajokat, akkor jól emésztődnek, sőt segítik a vitaminok felszívódását. Két részre bontanám ezt a kérdést. Az egyik az olajok, a másik az oliva kérdés, amiről beszéltem az olajbárok kapcsán, de arról csak óvatosan merek beszélni. El ne tegyenek lábbalól, vagy miért? Nem egészen tudjuk, hogy mi az igazság ebből, illetve hát nyilván szakcikkekből, cikkekből az ember tájékozódik, de szabad felülni a szenzációnak. Akkor kezdjük ezzel, hogy mi a baj az olívaolajjal? Hamisítják? Ugye azt tudjuk, hogy az olívaolaj az olajok között egy fantasztikus jó olaj, mert egyszeresen telítetlen zsiradék zsírsavakat tartalmaz, ami azt jelenti, hogy sem nem okoz nagy mennyiségben sem rákbetegséget, sem nem rossz a szívnek. Az olíva elterjedt, és világszerte üzletté vált az olívaolaj termelés, és sokan elkezdték vásárolni, mint egészséges olajat, van, aki főz vagy süt benne, és a lényeg az, hogy extra szűz olívaolaj néven ma már lehet forgalomban olyan olívaolaj, amely nem biztos, hogy extra szűz, tehát nem a legelső hidegpréselésből származik, hanem lehet, hogy forró préselés, lehet, hogy extrakcióval készült, és valljuk meg, olyan helyekről, olyan messziről jön, hogy egy magyar fogyasztó nem tudja eldönteni, hogy ez a bármilyen márkájú extra szűz olívaolaj vajon honnan származik, hol készítették, vegyszeres, nem vegyszeres. Tehát megint ott tartunk, mint a kókuszír kérdésnél, hogy nem biztos, hogy fel kell ülni a legelső címkének, mert itt is óriási üzlet van, óvatosan fogalmazom. Akkor honnan tudja eldönteni a vásárló, hogy bemegyek és akarok egy fél liter extra szűz olívaolajat, rá van írva, tehát ez csak az ára, az, ami árulkodik arról, hogy ez valóban extra szűz lehet? Az ár sem. Az ár sem? Ugye a spanyol és olasz minőséget tartják jónak, a legtöbb olívaolaj a Spanyolországból származik, akkor is, hogyha olasz felirat van rajta. Ha berakom a hűtőbe az olívaolajat, és alul jelentős mennyiségű üledék, tehát ugye az extra szűz olaj jellemző, olívaolaj jellemzője, hogy szinte ilyen szilárd üledék jön létre alul, ez jelzi, hogy nem szűrték, nem terítették, nem szűrték. Itt már azt mondhatjuk, hogy ez egy jó minőségű olaj. Hogyha tükrösre szűrt marad, vagy nagyon minimális üledék képződik az alján, akkor az lehet, hogy egy extra hátvi hexánnal, egy benzénszármazékkal kioldott olaj, vagy agyon szűrték, vagy nem jó minőségű. Az ugye kétfajtát meg kell különböztetni, bocsánat, a szűrt meg a szűretlen, tehát ez ettől függetlenül még lehet extra szűz, hogy szűrt, meg még egy fontos dolog, hogy arra a fajta sütésre, amire mi a napraforgó olajat használjuk, tehát a rántott húsit beledobod, arra az olívaolaj alkalmatlan. Tehát így ezt azért van. Mondjuk el, nagyon hogy ez hamar nem elég. Így van, így tehát van. Nem arra való, hogy rántott húst csináljál benne. A sütésre, mert ugye rengetegen egyébként használják sütésre az olajat, meg ugye azért például a sütkrumplira a legtöbb magyar háztartásban nem tudnak lemondani, és szerintem nem is kellene lemondaniuk. Milyen olajat ajánlotok? Hogyha nyílt lángon sütünk, akkor nem tudok mást mondani, mint a normál napraforgó olajat. Uh-huh. De azt utána az ember gyakorlatilag ki is önti egy vagy két sütés után, és megvallom, hogy sok káros anyag képződik az ilyen termékben. Sütőben sütünk. Tehát kiolajozzuk a tepsit kókuszzsírral, pálmazsírral, vagy olyan olajjal, amit szűrtek. Ugye a szűretlen olaj, az abban nem sütünk. Csak visszatérve az olívaolajra, mondjuk nem szűznek. Akkor mi van benne, amiért nem
amiért nem jó. Tehát oké, megveszem 2000 forintért, rajta van egy extra szűz, na nem az jó. Hát, vagy a technológia, még nem hallok bele. Vagy a technológia, ugye az extra szűz az, amikor hidegen. Én azt értem csak, hogy mi a rossz, ha nem extra szűz. Tehát, hogy miért rossz. Aha. Igazándiból a fogyasztó megvezetése egyrészt, hogy a fogyasztó arra számít, hogy ez a legelső hidegpréssel, és ez fantasztikus, ebben a legtöbb vitamin, a legtöbb értékes anyag. A helyzet az, hogy az iparban, ugye, kipréselik a hidegen az olajat a termékből, majd visszamarad ez a bizonyos préselvény vagy pogácsa, és utána indul a technológus fantáziája és a menedzser fantáziája, hogy ebből a visszamaradó préselvényből hogy nyerjük ki az olajat. És itt jön a benzinszármazék, a hexán, amellyel, hogyha ellenáramba ugye érintkezik a, mondjuk az olíva pogácsa, akkor abból a maradék olívaolajat ki lehet nyerni. És innentől kezdve, hogy ezt a maradék hexános olajat milyen arányban vegyítik az extra szűz. Tehát bőszer öntöd rá a salátájára a gyereknek, mert megvetted 2000 forintért fél litert, és közben kiderül, hogy nemhogy nem használsz vele, hanem egyfajta benzinszármazékkal átitatott olívaolajat etetsz a gyerekkel. A benzinszármazékot azt eltávolítják belőle ugye lepárlással, néhány század százalékban visszamarad a termékben, a szakma ezzel a része ugye nem foglalkozik, mert ez határérték alatt van. Jaj, de szuper. Kémiailag, hogy van-e nyoma a termékben, erről nincs információ, azt mondják, nincs, de valljuk meg, hogyha hexán érje a terméket, akkor azért mégiscsak az egy vegyi anyag, és hogyha a gyártó mondjuk egy 10-15 százalékban vegyíti a jó minőségű extra szűz olívaolajat ezzel a hexánossal, akkor már sokat nyer a piacon. Uh-huh. Tehát ezzel már át lehet venni a mezőt. De ehelyett még akár a sima 100%-os napraforgó olajjal is jobban járunk. Hát sütésre mindenféle. Hidegen sajtolt napraforgó olaj, itt is ugye fölmerül a napraforgó táblák vegyszerezése, tehát megjelentek ugye a bio napraforgó olajak is, amelyek garantáltan... Amit éjszaka permeteznek. De tényleg nem. Hát most derült ki egy babatápról, hogy éppen nem tudom milyen származékot találtak benne, hát, beszéltünk ha van róla, logó, akkor a csalódás volt. Tehát biominősítést igazoló EU logó van rajta, akkor azt éjszaka nem permetezték. Egyébként hazánkban is készülnek olajok, vannak olajütők, vannak préselő üzemek. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell Spanyolországból, Olaszországból származó olajat fogyasztanunk, itthon is készül. Például búzacsíra olaj. A búzacsíra olaj az egyik legmagasabb értékű olaj, az agyi idegi funkciók védője, állóképességet ugye a sportolóknál. Itt mi a mennyiség, csak hogy E-vitamintartalom, tudjunk segíteni, hogy napi egy evőkanál, gyereknek is adható. Sportolóknak 2-3 evőkanál, gyereknek adható, és ne féljünk, hogy ne rettegjünk, hogy jaj, egy evőkanál olaj, mert igenis ez nagyon nagy szerepet játszik az agyi és idegsejtek építésében, a sejtfalak, a foszfolipidek építésében. Ott van a dióolaj, legmagasabb linolsav, tehát eszenciális létfontosságú zsírsavtartalma. Én eszem nagyon sokféle olajat, van szezámolaj, lemmagolaj, beüti az ember, hogy lemmagolaj. Olaj, így oldalakon keresztül sorolják a jótékony hatást. Tehát, hogy azon kívül, hogy például, ha 6 hétig szeded, kimutathatóan koleszterin csökkentő, vérnyomás csökkentő, tehát elképesztő, hogy mennyi minden ott van a természetben, hogy nem kellene gyógyszert szedni. Most nyilván, ha valakinek nem extra magas a vérnyomása, vagy preventív megelőző jelleggel beütött, hogy szezámolaj, lemmagolaj, szőlőmagolaj, hihetetlen miket tudnak. De tényleg, igen, elképesztő. Ez maga az olajterápia, amit még mindig kutatnak, tehát én azt mondom, hogy nem használtuk még ki ezt igazán, tehát ne csak napraforgolajat vásároljunk, vagy hidegen sajtot, nem tudom, napraforgolajat, hanem ott a hidegen sajtot lemmagolaj, ott a kendermagolaj. Az omega-6 zsírsavról cikkeznek, hogy az omega-3 a jó, az omega-6-ról azt mondják, hogy óvatosan bánunk vele, mert hogy az gyulladás kell tőle. Ott van ugye a szezámolajban a kálcium, a lecitin, ott vannak a fűszerolajok, emésztésjavító, tehát kapormagolaj, köménymagolaj, a már említett szőlőmagolaj. A szőlőmagolaj egy fantasztikus antioxidáns például. És ha valaki hát szán erre egy kis összeget, és van otthon 4-5 féle olaj, mondjuk ilyen 250-300 ml-es kis üvegben, akkor ez több hónapig is elég neki. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, kinek van erre pénze, ez több hónapig elég. Én is tartok otthon ott a mákolaj, foszforban gazdag, és ezekkel a csont, a gyomor, a tüdő, a bélvédelmét tudjuk elérni és segíteni. Hát a mákolaj, igen, például a nőknek milyen jó lenne, 50 fölött mindenki ilyen napi egy kanállal, bebizonyították, hogy 8 hónap, egy éves rendszeres szedés után ugye a csont sűrűségét és a csontrendszert olyan szinten építi vissza a kálcium hatására, hogy jobb, mint bármilyen utólagosan potló készítmény, amit az ember ezt is, hogy 50 eszik, és hogy 50 felett minden nőnek kéne napi egy kanál mákolajat enni. Igen, hihetetlen jó hatása van. Valóban, és ott a támadások keresztüzében azért
a barack magolaj is, ugye a B17 vitamin miatt, hiszen keserű ízű anyagok vannak benne, cianidok, de azt mondják, hogy ez is egy fantasztikus védőanyag. Tehát általában naponta kétféle ilyen eszenciális olajat vegyítünk, mondjuk kendermag, szőlőmag, vagy lenmag, olívaolaj, stb. És kétféle olajat fogyasztunk, és azt várjuk ettől, hogy a keringési rendszerünk, koleszterin szintünk esetleg csökkenni fog, a szívkoszorú sereg, a nyaki verőerek, az agyerek tisztulnak. Tehát nem mondom, hogy most a szalonna az nem feltétlenül... Megint kezdi, pedig meg akartam dicsérni, a mai rovatért akartalak megdicsérni. Kicsi szúrás oda végén. Nem, ez nem szúrás, hogy csak szeretném tisztázni a szalonna kérdést, mert szinte biztos, hogy fog jönni az SMS falra, hogy az igazi jó császárszalonna a legjobb, meg Feri gondolom ezzel fogja zárni. A szalonnában lévő zsírsavak egyébként a testedzés során elégnek. Látod? De, hogyha nem mozgunk, szóval akkor halmozódik. Szóval, igen, valakinél elégnek, valakinél nem égnek el. Arra kell figyelni, hogy az eszenciális növényi olajok az ülőmunkát végzőknél is gyógyítóként funkcionálnak, az állati zsírok viszont, tehát libazsír, kacsazsír, sertészsír, szalonna az ülőfoglalkozást végzőknél lerakódik. Kell a vitamin beépítés. Kicsi bébi spenótot veszel, nyersen meg, mostod összetépkezed, nagyon fincsi tokaszalonnát. Apró kockázol, és körbepirítod az egészet nagyon gyorsan libazsíron. Lesz egy roppanó kis kérge, de belül a szalonna puha marad. Ezután vásárolsz őrségi, hidegen sajtolt tökmagolajat. Na, az jó. Ha összekevered, leöntöd, te belehalsz olyan finomban. És nem lehet a szalonnát belőle? Nem, mert kell az íz, tudod? Meg az finom. A tökmagolajnak is jó íz, meg a spenót. Nagyon jó. Milyen jó a férfiaknak a tökmagolaj, prostata, stb. És egyébként, amiket most Gábor végigmondott olajat, a nagy többségét Magyarországon csinálják, népi hagyománnyal az őrségben, van egy cég, aki ezt nyomja, meg van egy másik is, aki szintén, tehát hazai terméket, így hazai van. Alapanyagból tudsz jót venni. De a spanyol GDP-t hízlajátok, hanem a magyar. Azt is csak Gábor. Inkább még egy kérdés, hogy tegnap este, amikor beírtad, és utána üntettél egy entert, hogy beírtad, hogy extra szűz, találtál-e olyan oldalt, meg kellett erősíteni a korodat? Illetve oda hívtál még néhány embert, hogy ez micsoda! Úristen, van ilyen! Ez micsoda! Virgin Teen felirattal tőle. Nem, ilyen nem volt. mit reggeliztél, Gábor? Gyümölcsrist. No! Na, de nem csak valami készen kapható kis, nem tudom milyen kis nem dobozos gyümölcsrist tettél, ugye? Nem. Tegnap készítettem amúgy is barna rizst, és akkor ketté választottam. Az egyik részét édesen, a másikat sósan készítettem el. Ki a fába beszerettek? Hogy ilyen veszélyesen jössz. És egy kis zabdejszínnel nyakon öntve, így forraltam. Előtte körbenéztél, hogy nem lát-e valaki. Nem. És ilyen módon azt hiszem, hogy egy kis fahéj került bele, vanília, és banánnal, almakarikákkal és áfonyalekvárral. Hoztam ettek ebből az áfonyalekvárból kitűnő nagyon finom. Erdélyi. Vettük észre egyébként. Kérdezni akartam, hogy miért fázik ennyire Balázs, mert lila a szája. De... Csak megzabált egy üveggel. Nyugi gyerekek, jó helyen van. Persze. Nem kell aggódni. Tényleg jó. De ez nem is agyonfőzött áfonya lekvár, hanem úgy értsétek, hogy 100 g-osban 80-at megevett egyébként a megszólalásat. Tudjátok, hogy mindenre rámegyek, amit meg lehet tenni. Ez befőző automatával készült, és majd arról is lehet később beszélni, hogy ma már vannak korszerű befőzési lehetőség. Mire fel az üres üvegről tudunk majd beszélni. De szodadom neked, te úgyis visszaviszed. Ha beviccelsz, persze. Gábor, köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Egy hét múlva folytatjuk. Legyél ma nagyon ügyes, mert érzem, hogy ez egy fontos tárgyalás. Jó? Legyél nagyon ügyes. Ügyes. Fél 9 múlt pontosan 6 perccel jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, Szerémi út 4-es karambol helyszínen, és még nem kezdődött el, belső sávot elfoglalják, Andi, köszi, drága vagy, Trafipax az M1-esen a 143-as kilométernél a Lébényi kihajtóban Pest felé, óvatosan a ködben, üzente nekünk Akrobata, valamint M3-as Miskolc 60, baleset és hatóság mentes szikrázó napsütés, üzente Bandita. Miért mondja Ákos, hogy majdnem mindenhol borult marad az idő, miközben ragyogóan süt a nap? Na igen, igaza van. Gyerekek, hallgatóval vagyok, néz ki az ablakon. Hát süt a nap, egy felhő. Be volt ott húzva a függöny, ahol írja a híreket az Ákos. Ákos hosszú távra gondolkodik, délután már a legtöbb helyen borult marad az ég, így gondolta. Ha nem, akkor egy távolabb időpontra gondolt. A kocsonyás tölgy lett az év fája. A kocsányos, nem? Kocsonyás. Ha azt mondom kocsonyás, kocsonyás. Ja, hát én egyébként örülök, mert a kocsonya jó étel, tehát aha, kocsonyás tölgye bárkinek lehet. Kocsonyás tölgyed viszont azt nem lehet. Azt már ki kell vágni, azt a fát nagyon beteg. Az év emlőse pedig az űrge.
Te jó! Megőrülök ettől az évfája, évemlőse, évembere, évmadara. Mi indítottuk el ezt a lavinát? De tényleg, komolyan mondom, igen, kocsányos tölgy. Hát nagyon jó. Ó, de hát figyeljetek, nem érzitek, hogy most, hogy Gábor elment, valahogy így a szépség távozott ebből a helyiség. Valahogy azt érzem, mint ősszel, amikor a virágok ledobják a szirmaikat. Valahogy olyan kihalt, olyan szürke, olyan élettelen, olyan lehangoló lett itt minden. Bennem is van egyfajta kiüresedés, amikor elmegy. Igen. Úgy tud hiányozni. Aha, meg a legváros üvegedben is van egy kiéresedés, ahogy látom. Köszönjük, hogy mi is megkóstolhattuk, Balázs. De egyébként csak mondom, hogy én ilyenkor a gyereket már mindig kiszoktam hívni a vízből, amikor ilyen a szája. Gyerekek, Balázsnak. 6 év alatt most? Nem szoktatok hozzá, hogy itt farkastörvények vannak. Itt nincs ilyen udvariaskodás, hogy eszel el, megkóstolod, de itt farkastörvények vannak. Ennyi. Aki rámegy, aki kapja, marja. Itt nincs egy jópofáskodás, udvariaskodás. Ennél kóstol meg, jaj, de finom, vegyél belőle. Hoztam a fiúknak egy kis kóstolót. Te már kóstolod is! Eszed, nem eszed. Itt nincs kivárási idő, meg várakozás, meg kimegyek budira, mire visszajövök, jaj, megetted. Nem, ez nem erről szól. Farkas törvények van. Aki kapja, marja. Gyerekek, 6 testvérrel nőttem fel, oda kerültem a vájukhoz. Úgy kellett az ikertesódat elütni anyád mennyiről. Én voltam a legkisebb gyerekek, ott csecsasz volt. Tehát ott, ha nem kapaszkodtál föl időbe, ott lelöktek róla hamar. Gyerekek, nem egyszer fordult el, hogy ketten küzdöttek, apátok ment a csecs. Takarodj innen, büdös kölök, az iskoládat megmondtam, már hagyd anyádat, most én jövök. Hogy ez a sorszám volt? Hát ez a hármas! Gyerekek, sajnos így nőttem föl, sokan voltunk. Úgyhogy... sokan voltak. Hat tesóm van. Hát. Jó, értjük. 4 tejtestvérem és 6 tesóm. Hát birkoztatok már ti 4 tejtestvérrel? 4 éhez száj, érted? Hát ott azért oda kellett férni. Hát ezek ilyen régi genetikai öröklődések. Egyszerűen így reflexből mozdulok bármire, ami lehető. Egyébként meg nem nyúltam a mézes pogácsatokhoz, vagy mi az. Tehát, hogy... az már nem is tudsz, én nagyon gyorsan megettem az enyémet. Feri úgy betolta egyébként. Itt igen, a 82%-os zsírtartalmú vaj. Igen, meg a házi vaj. 82%-os zsír. Az segít az ízén. Hát benne a szalonna, a fele vigyeljen, nem baj. Nem baj, majd teszünk baj, hozzá. Veszek alá, meg füli, meg mellé is egy kicsit. Egy jóféle kacsát hanapok hozzá. Abba baj nem lett. Na, gyerekek, ígértük tegnap, hogy utána járunk annak, miért kell reszketnünk az utakon, mikortól kell reszkednünk az utakon, és mi ez a VEDA rendszer, ami egyébként egy intelligens közlekedés ellenőrzési közlekedés figyelő hálózat. Tetívá hangzik. Ez a VEDA-nak ez a rövidítés, vagy a VEDA rövidítés, és ez azt jelenti, hogy intelligens közlekedés VEDA. Nem, a VEDA-nak nyilván van egy rövidítése, nem tudom, de minden esetre Feri, végünk van. Mert hogy... neked én rendesen vezetek évek óta, bekötött biztonsági öv, a szabályok betartása mindig index, nekem igen? Ugye olyan autón van, amiben gyárilag van, mennyire? Nem úgy, mint a drága autókban, amiből... unalmas vagy. Amiből ugye nem lehet, én abszolút az vagyok, így van, és ezt vállalom is, családapa vagyok, érted? Nem lehet játszani vele. Ennyi. Nincs sebesség, túllépés. Hozd a pokrocot. Lányok, hallottátok, családapa, nem lehet játszani vele. Ennyi. Figyelj. Nem lehet játszani, nincs sebesség, túllépés. Hozd a pokrocot, terítjük le, és verjük meg nagyon. Tehát hagyjuk ezt a Streber viselkedést, nem mindegy. Akkor mondom neked, Jani. Figyelj. Hogy ti, akik egyébként tényleg szintén teljesen szimpatikusan, szóval a gyerekek, nézi az árokon átlépést, a tilosba kanyarodást, a buszsávot, a leállósávot, a pirosan átkelést, a nem bekötött biztonsági övet, és mindenféle közlekedési kihágás. Hó. Mit nem néz? Mindent. Belenéz az ánuszodba. Tényleg? Oh. A könyves dekoltásomon is végig száguld az a fénypászma. Csúnya világ lesz itt. Csúnya világ lesz itt. Igen. Na mindjárt megkérdezzük, mit tud ez a rendszer. Én arra vagyok kíváncsi, egyébként, hogy egy valaki megy a buszába, vagy másik nem indexel, a harmadik záróvonalon átfordul, akkor kire megy rá a VEDA? Mindenkit. Aha. Mindenkit feldolgoz a VEDA? Egy fotóval 4-et dolgoz. Igen? Na mindjárt megkérdezzük. Itt van velünk Jánbor István rendőr a lezredes, az ORFK közlekedés rendészeti osztályának vezetője. Erőt, egészséget! Jó napot kívánok! Eseményet és szolgálatot. Hogy köszönnek egymásnak a lezredes úr? Eseményet és szolgálatot? Jól mondtuk? Vagy van valamilyen? Hát nem, hát napszaknak megfelelően, tudom, hogy jó reggelt kívánok, akkor mondjuk az állomány ugyanígy válaszol. De ez csak így lefelé, vagy hogyha mondjuk rangban azonossal találkozik, akkor kérlek alásan? Kérlek alásan. Bármi előfordulhat itt, de ez nem hivatalos. Na, hát elolvasva, hogy mennyi mindent tud ez az új rendszer, reszkessen az, aki nem közlekedik rendesen, szabálykövetően, ugye? A lezredes úr. Hát ne reszkessen. Kösse be magát. Ha tudja, hogy szabálytalankodik, akkor változtasson rajta. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mit tud az új rendszer? Mesélj nekünk, a lezredes úr. Káplásztasson el bennünket, hogy mennyi mindent tud ez az új rendszer. Hát egyelőre sebességmérésre lesz alkalmas.
plusz még hát így mellékesen azért forgalomszámlálás, rendszámfelismerés, és adott esetben képes arra, hogy a forgalmi torlódásról egy jelzést küldjön, amit majd a navigációs rendszerek föl tudnak használni. De néhány hónap múlva, úgy május-június tájékára ez a funkciója ki fog bővülni, tehát nem csak a gyorshajtás mint jogsértés dokumentálására lesz alkalmas, hanem a tilos jelzésen áthaladás, a sebes a vasúti átjárón. De hogy lehet az, hogy bocsánat, hogy szavába vágok, hogy ezt most nem tudja, hogy addigra fognak eljutni a 200. oldalig a használatosításban, vagy hogy ez miért van így, hogy miért nem rögtön tudja ez ezeket a dolgokat? 98. oldalon. Ez. Ja, bocsánat, csak felezredes úr, hát na, ez felülés alakosztam, ez szellemes volt. Azért, hogy minél hamarabb használatba vehessük, ezért eleve így lett meghirdetve, hogy ez volt az elvárás, hogy az első, úgymond a legalapvetőbb funkciójára már korábban legyen képes. A többi a szoftveres fejlesztés lesz, tehát maga az eszköz, a tárgy mi voltában az nem fog változni. Tudja például azt a rendszer, hogyha nekem ellopják az autómat, akkor fölismeri, hogy lopott autó van forgalomban, és gyorsan kiszűri. Hát igen, ennek az egész rendszernek egy eleme ez a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont, nem tudom, vissza tudják-e mondani. Komplex változtató helyzetű pont. Ellenőrzési pont? Hát valami. Egy csapat, valami elégséges. Igen. Nem mi dolgozunk vele, gondoltuk nekünk ez elég. De van egy mozaik szava, KKEP, de minden esetre nem trafipax. Egyébként a rendőrségnek egyetlen egy trafipaxa sincsen. Tehát akkor ezt nem tudja ezt a funkciót? De tudja ezt a funkciót komoly, akkor? Hát a trafipax egyébként ez egy gyártmány. Tehát, hogyha a sebességmérőre azt mondjuk, hogy Trafipax, az nagyjából olyan, mint hogyha a személygépkocsira azt mondjuk, hogy Mercedes, vagy valami gyártmányt megjelölünk. Tehát, na, lényeg, hogy hol tartottunk? Hogy azt kérdeztem, hogy tudja-e azt, hogy például, ha nekem ellopják az autómat, ő szól, hogy igen, lopott forgalmi igen, rendszámú autóban forgalomban. Ezek az eszközök felismerik valamennyi előtte elhaladó jármű rendszámát. Ezt a rendszámot elküldik egy háttérinformatikai rendszerbek. A rendszer leellenőrzi a körözési nyilvántartásba, leellenőrzi a jármű nyilvántartásba, és hogyha az a megállapítás, hogy körözik, vagy lejárt a műszakia, vagy nincs kötelező felelősségbiztosítás a járművön, akkor ezt az információt eljuttatja egy rendőrnek, és ehhez kapcsolódik az, hogy a rendőrök részére úgy közel 1000 darab ilyen kézi információs eszközt osztunk majd szét, és ezzel az információs eszközzel rá lehet csatlakozni valamelyik kamerára, hogy attól a kamerától jövő jelzéseket várja és fogadja a rendőr, és ennek a rendőrnek elküldi azt, hogy egy ilyen rendszámú, ilyen gyártmányú, ilyen színű jármű közeledik felé, amit például köröznek, vagy lejárt a műszakia. A kézi eszköz, ez a mobil, hát okostelefon, hát laptop, valami kis kézi. Aha, hát még nincs beszerezve, aha, tehát még nincs meg, hát majd ez még az információs eszköz, értsd, brosúra. Azzal kapcsolatban végeznek valamilyen kutatást, arra ezredes úr, hogy amikor a rendőrség nyilatkozik, és vannak ilyen nagy beruházások, és új trafipaxok kerülnek forgalomba, meg a védarendszer, akkor utána kimutathatóan egyébként kevesebb lesz a szabálysértés, vagy a gyorshajtás, vagy ugyanaz marad a közlekedési morál, mint a rendszer üzembe helyezése előtt? Hát eleve azért szerezzük be ezeket az eszközöket, hogy csökkenjen a jogsértések száma. Nyilvánvalóan ezen eszközök beszerzését és alkalmazását követően nőni fog a feltárt jogsértések száma, hiszen most kicsit leegyszerűsítve kétszeresére fog nőni annak a valószínűsége, hogy valakit gyorshajtáson tetten érünk. De összességében abban bízunk, hogy ezen eszközök tudatának hatására, tehát hogy tudjuk, hogy több lett az eszköz, azért jobban odafigyelnek a közlekedők, tehát figyelik a jelzéseket, hogy milyen sebességkorlátozás van kitéve, illetve ha tudják, hogy mekkora megengedett legnagyobb sebesség, akkor tartózkodnak annak túllépésétől. Hát igen, ez kettős a dolog. A rendőrség abban bízik, hogy kevesebb szabálysértés lesz, a központi költségvetés pedig abban bízik, hogy több összeg folyik be. Tehát nyilván azért nem véletlenek ezek a beruházások azon részről is, hogy nyilván azért ugye hát ebből van bevétele az államnak, de hát nem kell szabálytalanul menni, tehát ez jogos, ebben igaza van az előzőnek. Annyit azért hadd mondjak el, persze nem mindenki ért egyet, de egy biztos, hogy 2008-ban kezdtük el az objektív felelősség elvét alkalmazni, és
Ettől kezdve a felére csökkent, 5 év alatt a felére csökkent a meghaltak száma. Tehát most évente 600-an halnak meg, azt megelőzően 1200-an, és egyébként 1990-ben volt a csúcs, akkor meg több mint 2400-an haltak meg az útjainkon. Most azon a szinten állunk, mint az 50-es években a meghaltak számára. Na hát ez a kérdés, ez igen, az előző kérdésem nagyjából erre vonatkozott, hogy látható-e valamiféle morál javulás, köszönhetően hát, többek között ezen új rendszereknek, meg annak, hogy az ember fél, hogy elkapják, meg talán elkezd gondolkodni. Erre később. Tehát uniós célkitűzés is, hogy 2020-ra, 11-hez képest a felére csökkenjen a halálos balesetek száma. Nyilvánvalóan Magyarországnak is teljesítenie kell ezt, hiszen minden uniós tagállam részére ezt a célt tűzte ki az unió. És úgy gondoljuk, hogy valamit tenni kell. Tehát most jelenleg 80 darab sebességmérőt alkalmazunk, Ausztriában 1437-et. Kicsit több. Több egy kicsit. Igen. Több, mint a tízszeresen, nagyon komoly. Tehát úgy látjuk, hogy nőni fog a kockázat, de most nem riogatni akarok, csak tényszerűen akarom elmondani, hogy nyáron még közel 130 helyre fogunk kitelepíteni fixen kiépített ilyen komplex közlekedési ellenőrzési pontokat. Ez 365 forgalmi sávot fog ellenőrizni. Tehát ez megint fog eredményezni egy olyan ugrást, aminek más jelentőséget nem tanúsítunk, csak nő annak valószínűsége, hogyha valaki jogsértést követ el, akkor annak lesz valami következménye. És mi azt várjuk, hogy ettől a fenyegetettségtől máshogy közlekedjenek. Nem bírságot várunk ettől. Arra számítanak, hogy nagyon komoly olyanfajta ellenállás lesz, hogy például azt mondjuk, hogy ez a rendszer ugye tudja azt nézni, hogy bekapcsolta-e a sofőr a biztonsági övet. Hogy nagyon sokan fogják majd azt mondani, de hogy fekete póló volt rajtam, nem látszott. Vagy hogy nem indexelt az ember, amikor bekanyarodott, ezt is fogja nézni. Azt fogja mondani az ember, hogy a két indexvillanás között fényképezett le ez a gép. Ezekre számítanak, lehet erre készülni? Hát irányjelzést nem fog ellenőrizni, a biztonsági öv használatát igen. Nagy kő esetlen szívén? Igen, csak én mindig, mindig irányjelzek. Ha láttam volna, kifújtam a levegőt, most először a beszélgetés alatt. Akkor átadok egy Bianco helyszíni bírságot, és akkor majd töltse ki akkor, én az indexet néha hát istállással el kell bevallom férfiasan, néha elhagyom. Azért vannak hibáim, az egyik, hogy nem mindig indexelek. Túl drága hát autója van, és nem fért bele a széria felszereltségbe az index. Én is egyébként azt látom, hogy a járművek hibája. Nem a járművezető hibája. Tehát hol jó, hol nem jó az irányzat. A kutyafáját, igen, hát, hogy van ez. Ha látta volna a lezredes úr, mint egy éjszakás kaland után egy negatív terhességi teszt. Kb. Az vált ki egy ilyen sok. Annyira megkönnyebbültem. Igen, figyelj. No, tehát a biztonság esetén nyilván akkor fogunk szankciót alkalmazni, hogyha mi a felvétel alapján kétséget kizáróan meggyőződünk arról, hogy nem használta a járművezető a biztonságövet. Tehát ha nem egyértelmű, akkor nem szabhatunk ki bírságot. Egyébként hát ezt az eszköz fogja automatikusan megállapítani, tehát nem a rendőr mondja azt, hogy jobb, a felvételen nem látszik. De nyilvánvalóan a felvételt egy ember majd meg fogja tekinteni, és hogyha ő maga is úgy ítéli meg, hogy a felvétel alapján valóban nem használta az övet, akkor lesz ebből bírság. És ha ennyi mindent tud ez a rendszer, azt nem lehetne beállítani, hogy nézze azokat az elmebetegeket is, akik nem tudják a városba kikapcsolni a rohadmányos ködlámpájukat, és megyek mögötte, és megvakulok, és nincs rendőr, aki kiszedje őket, és nagyon megbüntesse, hogy egy életre megtanulják, hogyha nincs köd, ne nyom meg az összes gombot a műszerfalon, mert nem azért van. Csak akkor használt, ha van köd. Ezt nem tudja a rendszer esetleg? Fölírom a javaslatát. Köszönöm. Nagyon, de én most a lezredes úr, ön nem idegesíti, amikor hát, megy egyébként, és kiég a szeme, és megy egy kis autó, nagy autó ködlámpával, és sehol és semmi köd. Ha törvényi szabályozás lesz, akkor ez legyen a sebestyén passzus. Jó? Hát ugye Kressz ezzel kapcsolatban azért tartalmaz szabályozás, de valóban zavaró, és egyébként aki használja, annak, tehát az ő számára is veszélyt jelent, hiszen például a féklámpát sokkal nehezebb észlelni ilyenkor. Igen. Hát az a baj, hogy nem egyértelmű, vagy hogy mondjam, tehát nem fekete-fehér szabály van a ködlámpa használatára, tehát ez nehéz megítélni mondjuk egy fénykép alapján, hogy most ténylegesen fönnálltak a feltételei vagy sem. Nem tudom, mit mondjak. Tehát biztos, hogy nagyon sok más szabályszegés is van, ami veszélyes és zavarja is a közlekedőket.
ugye itt is problémát okoz, hogy ha egyetlen egy eszközt mindenre alkalmassá akarunk tenni, akkor most mekkora lesz ez? Tehát azért tudunk olyan nemzetközi megoldásról, hogy azt, amit ettől az eszköztől várunk, azt a sok funkciót, hogy milyen jogsértéseket legyen képes automatikusan felismerni és dokumentálni, azt más ország fejlesztői egy utánfutón tudták elhelyezni, mert akkora. Ja, a saját fejlesztésű a műszer? Ez teljesen magyar. A lezredes úr is tudta. Fejlesztette? Ő csak segít, ott volt. Igen. Mi csak ellenőrizzük, hogy tudja azt, amit elvárunk tőle. Nyilvánvalóan közreműködtünk az egyeztetésekben, hogy egyértelmű legyen a gyártó számára, hogy mit is kell lefejleszteni, mit kell tudnia. Egy nagyon fontos kérdés még a lezredes úr a végére, amit a Feri nem meri megkérdezni, elém csúsztatott egy papírt, hogy a régi lézer blokkolója, ami ezek az autóban... Ezek nem tudja, hogy tehát a Jámbor név azért elég sok mindent sejtett. Igen, nem a Feri, csak nem fél, hogy kérdezem meg, hogy az a lézer blokkoló, ami az ő autójában... Nem régi, az egy új lézer. Beméri ezt a védarendszert, vagy már kiszűri azt, hogy itt most blokkolóval figyelnek engem, nem mutatom meg, hol vagyok. Ezt akartad kérdezni. Nyilván nem a Rákóczi úr az a blokkoló, és ő nem használja, mert ugye az jogsértő. Gyakorlatilag persze. Azt tudjuk mondani, hogy erre így nem vizsgáltuk, de hogy mondjam, ennek a blokkolónak az a lényege, hogy bizonyos frekvenciájú lézersugarat érzékeljen, és úgy ítélje meg, hogy ezt a frekvenciájú elektromágneses hullámot egy sebességmérő bocsátotta ki, és erre küldjön egy választ. Tehát gyakorlatilag, hogy most is azt tudom mondani, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan eszközök, amik alkalmasak a zavarásra, vannak olyanok, amik nem, de nyilvánvaló időkérdése, hogy bizonyos gyártó akkor lefejleszte. Volt két jó javaslatom a lezredes úr, ködlámpa, lézerblokkoló. Hát azért az hozzátettünk ehhez. Szóval közelebb kerültük egymáshoz, akkor meg is kérdezem. A lezredes úr, és mi a további program? Egy kis eszközkarbantartás, alaki foglalkozás, vagy egy jó erős fekete? Hát, nem kell válaszolni a lezredes úr, mindig ezt csinálja. Ő könnyen beszél, nem vezet. Egyeztetni megy a lezredes úr. Igen, mert Szlovéniában tehergépkocsi korlátozást vezettek be, és Magyarország területéről nem léphetnek be Szlovénia irányába. Hát sűrű ez a hó miatt a lezredes úr. Ott hó várható, és már eleve emiatt korlátozást vezettek be. És hát ugye, ha Magyarország területéről nem léphetnek ki nyerges vontató pótkocsi szerelvények, akkor Magyarországon megállítjuk és parkolókba elhelyezzük ezeket a járműveket. Hát ehhez is, meg minden más, az jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük! Viszont van fejlemény. Jó, köszönjük szépen! Jámbor István rendőr alezredessel beszélgettünk. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Olyan hálás vagyok, hogy megkérdezted a blokkolót. Be hát voltam csokízva, mondom, mondom, hogy a francba tegyem föl a kérdést. Nézem ezt a papírt, amit elém csúsztat, hát a fene vigyel. Hát meg blokkoló. Én nem tudtam, hogy miért integetsz neki. Persze, hogy mondom, kérdezem meg, én be vagyok recsentve. Lehet a Pierre Cardin vagy valami. Érted, ott integetsz ezért. Oh, jó fejt. Elég, szeretett velünk beszélni, gyerekek. Nagyon tudjátok, imádta. Hogy bármit, bármit bekérdezek, elém teszitek, én bárkitől bármit megkérdezek. Halló, jó reggel. Halló, jó reggelt, szia! A lezredes úr? Igen, a szlovén helyzetről esetleg valami. Nagyon hasonlít a hangot. Zsolt, hello, jó reggelt, honnan hívtál minket? Sziasztok, Budapestről. Budapestről. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy talán egy picit nehezebbek, de most már, hogy nézem, nem, egyre könnyebbek. Nem, ezt a harmadikat vett ki, ezt ember nem tudja. Meglátjuk, hogy odaérünk egyáltalán. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Figyelj, Zsolt. Melyik Forma 1-es csapat pilotája Sebastian Vettel, ha nem tetszik, vedd el? Ha megjött végre az SF Ferrari. Az szépen király vagy! Adok egy bögrét. Így van. Nagyon jó. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Sapka Sálért, így szól a második kérdés. Melyik ország területén ömlik a Tiszába a Duna, mindenki menjen a csodába? Ugye, ha helyesen, akkor a kérdés úgy hangzik, hogy... Melyik ország területén ömlik a Tisza a Dunába? Nehogy erre hivatkozzon valaki. A Tisza a Dunában. Mindenképpen sem most mondok egy rímet. Igaz! Mit mondtál? Jó van! Szerbia! Szerbia! Jó van! Jó van! Mi legyen a harmadik kérdése? Csing! Csing! Hát se bumozunk egyet. Ha bumozunk egyet. Játszunk, akkor játszunk. Harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért így szól. Hányadik században játszódik a Három testőr című Dumas regény? Jaj. Annyit segítek, hogy keresztül. Na,
menni. Internet? 16. 17. Igen, mert ugye 1600-at néztél az interneten, igen, de az, mint tudjuk, egy századdal többnek kéne legyen. Bizonyám, azért mondtam, keresztül. Ez megtévesztett, igen. Nézzük a bumot, hát ha... Na, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki, taki. Bum! Hey! De szép neki. Hosszú indítás volt. Azt a betyárja. Nem adott. Nálam se semmi. Nagy csak a füst volt. Ó, de kár. Picit kapkodtál a végén. Zsoltikám. Ugye? Hát ott megtaláltad. Ez most nem jött össze. Nem jött össze, nem baj. Köszönjük a játékot. Vagy legközelebb én is. Köszi. Ciao, viászba. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van, gyerekek. 9 óra múlt 4 perccel Ákos jön a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt pontosan 18 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, folytatjuk a klasszon. És gyerekek, Zsül, fél vesélyét odaadnám, hogy Jani egyszer itt legyen a megszólalás igen. elején. De tényleg, tehát olyan jó érzékkel senki nem tud elmenni, amikor egy perc van a zenéből. Tesz, vesz, bohózkodik, röhögünk, beszélgetünk. Majd ő nem látja, mert előttem van a monitor, fél percet mutat a zene, erre föláll is elmegy. De szenzációs érzékkel teszi mindezt. De 6 éve vagyunk együtt. Semmi, meg szóval, hogy ez, az, hogy 3-4-10-kor kiártál a bankautomatához, megszoktuk. Az, hogy nem tudom, annak fura szokásaid, az rendben van. Erre most picit rágyúrtál, azt érzem. Tehát, hogy így próbálod azt kijátszani, hogy a hírek után, ugye a híreket meghallgatod, nyilván nyitott vagy a világ dolgaira, érdekel az Ákos, vagy csak addig csinálsz valami más. Jön a zene, és szerintem az a játék, hogy hogy tud úgy kimenni, hogy még te azt hit, hogy belefér az, hogy ő kimegy pisilni kávét. De közben csinálni. Nem. De már csak fél perc. Ez olyan, mint az én reggeli, már szól az opener, megy az ének, és én még parkolok. Igen. És pont arra ugyanaz. Vagyok itt, hogy opener, végén nyomom a gombot, jó reggelt. Ezt a hallgatók nem tudják, de ez 8-szor így érkezem meg. Figyeljetek, ez nem tudatos. Tehát ez valahogy beáll rá az ember, és akkor onnantól kezdve, érted, itt vagyok végig, és aztán valami megszólal bennem egy ilyen hang, vagy nem tudom, mi, érzek egy ilyen készítetést, és kimegyek. És végül is értelmes dolgokat csinálok. Például most kiműtöttem Balázs porrából azt a kis zabot, amit reggel bekevert magának, és gyakorlatilag összeállt egy ilyen salakbeton tömbé. Igen, gyerekek, annyi minden volt, amit ma meg lehetett tenni, és az egyik se az enyém volt, hogy egyszer nem jutott idő a saját zabom. Tehát komolyan tényleg. Mondom, az ember megcsinálja a saját reggeliét, és annyira hát bosszantó itt a légkör, hogy annyi mindent hoztok, hogy nem jutok el a saját reggelimig. Hát tényleg komolyan mondom, mindenféle ilyen áfogyalekvárok, meg zapkekszeket, amit itt hozott a Gábor, ezért nem jutottam el a saját kis nagyon-nagyon akkurátusan bekevert zapkásámig, amit én eszem minden reggel, ugye, mert egészséges, és egyszerűen nem jutottam el. De nem gond egyébként, mert annyira összeállt, hogy holnap lehet majd belőle szeletelni gyakorlatilag, igen. Olyan, mint hogyha ízé lenne kétszer sült. Konkrétan Jani kivette a bögréből, gyúr belőle egy labdát, és labdáztuk. Tehát nem tudtunk bele mit csinálni, ki kellett műteni a bögréből, pedig kaját mi nem nagyon szoktunk kidobni, nem szeretjük, de egy kicsit kevés volt a tej. Hát megszívta magát. Mint egy rosszul bekevelt, tudod, tejbegríz, amikor amatőr vagy, és még öntött hozzá, mert azt hiszem, sose sűrűsödik be. Egyszer megtörténik a besűrűsödés, a gyerek nem, hogy megenni nem tudja, nem tud, beleállítod a villát, és soha nem jön ki a tából. Igen. Fogyasztani. Igen. Belerakom az egyik régi hajhálódba, és kirakjuk ide a madaraknak a kertbe. Jó. A hajháló azért az szerintem az necces, de az inkább ott van. Tehát aki pisiben alszik, az előbb-utóbb hajhálóban alszik. Már a bajuszkötőt is várom. Igen, tehát a hajháló azért az inkább oda szól, mert ugye hát tudjuk, hogy aki pizsomában alszik, előbb-utóbb mást is elkövet az emberiség ellen. 8-as főút Veszprémi elkerülő szakaszán a Csatári elágazónál ellenőriznek a szervek, könyves Nándi küldte nekünk, Hajdú Böszörményben is mérnek, a Kolozsvár étteremnél Bodor a tűzifás üzeni. M7-es 145-ös kilométer felhajtójánál mérik a sebességet a rendőrautóból, küldte nekünk a Laci, valamint az M0-as külföldi kamionok gyorshajtása. Hát igen, itt vége az SMS-nek. Várható a közeljövőben. Vagy szeretné, ha szankcionálnák, vagy ellenőriznék őket, így van. Azt mondja, hogy M7-es középső sávozókat is remélem kiszedi ez a kütyű. Szabó Zé küldte nekünk, valamint az M1-es 143-as kilométernél a Lébényi kihajtóban Pest felé van egy trafi, ezt Akrobata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ma úgy látszik, hogy egy kicsit ilyen, nem is azt mondom, hogy komolyabb témáink vannak. A mostani az komolyabb lesz nyilván egy kicsit, de hogy ma kevesebbet nevettünk, nem baj. Gábor is egy kicsit komolyabb volt, Szújó Macival is komolyabb dolgokról foglalkoztunk, ez hát már ilyen Szújó nap. Maci ez pizsamája például. Az mondjuk jó, az igen, az komolytalan napra sikerült. Ez a csütörtök ma, ha megfigyeletek, ez a szakértő napunk. De tényleg? Abszolút. De tényleg? Így van. A szakértő nap. Igen.
Szújó Maci szakértett, Gábor szakértett, és mindjárt lesz egy újabb szakértett. Igen, és azért itt vagyunk mi is. Szóval én értem, hát hogy sok a szakért, de azért dicsérjük meg magunkat is. Mindig tudjátok, jó az, az ember hazamegy, és a nap végén kicsit magát is megdicséri. Hát azért nem tilos. Jó, de majd az utolsó megszólal. Na gyerekek, komolyabb a téma, mert szerintem nincs ember, aki ne látta volna ezt az egészen egy elképesztő repülőgép katasztrófát, ami ugye a napokban történt. És ez mindig megrázó, ha az ember olyat hall, hogy valahol egy repülő viharba kerül, valahol az óceán felett lezuhan, megtalálják a fekete dobozt, nem találják meg, nincsenek túlélők, ezt mindig szörnyű hallani. Ám amikor valami ennyire test közelbe kerül megint, az egyszer megdöbbentő. Tehát az egész, erről kora reggel beszéltünk, de nyilván sokan nem hallották, úgy néz ki, mint egy videójáték, vagy mint egy trükkfelvétel, vagy mint egy új Star Wars, tehát hihetetlen, Tajvanon történt a dolog, kétszer kétsávos utat látunk, és egyszer csak a felhő karcolók fölött elkezd ereszkedni egy repülő, még ugye teljesen vízszintesen, majd befordul, ütközik egy taxival, átszakítja a szalagkorlátot, és bezuhan a folyóba. És mindezt egy pillanat alatt többféle kameraállásból látjuk. Ez elképesztő. Igen, ott az autókban elképesztő. Nagy divat, hogy van fedélzeti kamera, van, ami veszi előtte, és kettő, most már kettő is kering a világhálón. Egy, ami közvetlenül a taxi után ment, nagyon közel, ugye az a taxi, amit aztán félig lesodort az útról a repülőgép szárnya, és ment egy mögöttük is, tehát egy egészen más, egy messzebb perspektívából is látod a balesetet. Az nagyon súlyos, hogy a gépnek a szárnya, pontosan már szárnyak a vége, ennek a taxinak a tetejét gyakorlatilag átvágja, úgy megy át rajta, mint a kés a vajon. Olvastam cikkeket, elájult a sofőr, kórházba került, még mindig vannak sérülései, de már jobban van. Tehát az ütközés pillanatában ő elvesztette az eszméletét, igen, levágta a taxinak az elejét, a repülő szárnya, a kettő ritkán találkozik azért. Tehát tényleg hihetetlen a felvétel, és azt látni, ugye, hogy egy repülő tengelye 90 fokkal elcsavarodva, egyszer csak meredeken elkezd ereszkedni, és az út fölött 5 méter átrepülve bezuhan a folyóba. Én azon gondolkoztam, hogy egyébként a pilóta próbálta ott már menteni a helyzetet, tehát nyilván volt műszaki hiba, hogy a folyóra szálljon le. Hát, nem lehet? Csak, hát akkor tovább vitorlázott volna, nem? Mert most de rá most kellett kanyarodnod. Tehát a város fölött vagy, ugye? Vagy az van, hogy beleszállsz egy épületekkel teli területre, ami nyilván sokkal veszélyesebb, vagy meglátta, hogy a folyó, tudta már, hogy baj van, meglátta, hogy itt van jobbra a folyó, nagyon elborította a gépet, és úgy próbált igen, mert a folyóra. Mert azért az látszódott, hogy itt egy nagyon-nagyon rövid idő alatt, egy nagyon rövid távolságon egy olyan dolgot produkált a gép, ami akár, tehát ekkora gépektől nem jellemző. Igen, megszoktam, mit tudom én, egy ilyen Cessnával, vagy Cessnával azért könnyen csinálnak egy ilyen manővert, de egy ekkora géppel, és valószínűleg ez egy hirtelen kormánymozdulat lehetett, de majd szakértőnk elmondja. Igen, most ennek a Trans-Ázsia Airways-nek egyébként már több balesete volt, nagyon sok ilyen típusú géppel. Én azt sem értem, hogyha x év alatt ezek a gépek évi egy átlagban egyébként vagy lezuhannak, vagy kényszer leszállnak, ezek még hogy repülnek, de hogy mi a fene történik? Mert ugye ahhoz az ember nem is azt mondom, hogy hozzászokik, de elfogadható, hogy viharba kerül, és akkor történik valami technikai baj. De felszállás után pár másodperccel egyszer csak a gép így elkezd zuhanni, az pilóta hiba, géphiba, hát elvileg ezt a gépet átadják, hogy ezt föl tud szállni. Igen. Nem? Valaki erre igen mond, majd felszáll, és 10 másodperc múlva lezuhansz. Elmúlt 14 évben 9 ilyen gép. Na, ezért mondom, igen. 14-ből 9. És ez a típus. És mindig ugyanez. Ugyanez a típus. Mindig ugyanez. Ez a típus. Hogy itt pilóta hiba, géphiba, műszaki hiba, mi lehet? Hát, pilóta hiba, ugye azt nem tudjuk, hogy kétszer ugyan az a pilóta el tudja követni, mert nyilvánvalóan ők nem szállhattak már ki a gépből. Azt nem tudom, hogy ők túlélték-e. Nem élték túl ők se? Itt most nem. A teljes személyzet ott maradt, hogy nyilván elő voltak. Nem olyan jó. Azt gondolták, amikor megtörtént a baleset, hogy sokkal jobb a túlélési ráta a mostani balesetben, de nem lett nagyon erős. Tehát pár ember érte, túl leszem 10 valamennyi. Igen. Az, hogy miért repülhetnek tovább, szerintem arra a kérdésedre a válasz egyértelmű, az, hogy anyagi okokból, mert hogy ez egy fapados légitársaság, összesen 20 darab gépe van, tehát hogy nem egy komoly, nagyon komoly légitársaságról van szó, és valószínűleg azért nem akarják lecsérni ezt a géptípust, mert vagy ki tudja. Lehet, hogy megvásárolták, nem leasingelték, fene tudja. De a felvétel olyan, hogy aki nem szeretett, legalább háromszor megnézed. Hát nem hiszed el, hogy egyszer csak egy kétsávos út veled, ott, hogy jön veled egy repülő, átgondolod, hogy te mit csinálnál, fékeznél, tovább mennél. Tehát ez felfoghatatlan tényleg. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk sokkal jobban érte. Ez Pető György pilóta. Hello, Gyuri, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt. Hello. Na, hát láttuk, hogy ma sűrű a reggeled. Igen, mindenütt szerepelek, nagyon népszerű vagyok. Igen, ma nagyon-nagyon-nagyon népszerű vagy. Hát szomorú az apropó, de hát mégis laikusként azért nyilván rengeteg kérdés van. Amikor először láttad ezt a felvételt, akkor mire gondoltál? Műszaki hiba, pilóta hiba, mi történik tényleg, hogy 15 másodperc alatt csak leszakad két felhőkarcoló közül egy gép? Hát ugye itt az történt, hogy ez felszállás után volt.
tehát mondjuk a repülési fázisok közül ez a legkockázatosabb. Tehát mondjuk a utazó magasságon való menetel, meg a leszálláshoz képest a felszállás a legrizikósabb. De hát az viszonylag egyértelműen látszott abból a felvételből, amit ti is láthatott, amiről beszéltetek, hogy a repülőnek egy olyan állásszöge van, ahol olyan kritikusan lecsökkent a sebesség, hogy ilyen átesés közeli volt. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy gyakorlatilag nincsen a szárnyon felhajtó erő, tehát kiesik a levegőből. És egyébként ez is történt, tehát az, amikor ez a repülő 90 fokba bedönt, az nagy valószínűséggel nem azért dönt be, mert valamit ki akart kerülni, hanem azért dönt be, mert a repülőgép kezelhetetlenné vált. Meg hát nem hiszem, hogy az volt a cél, hogy ebbe a, nem tudom, gyakorlatilag derékig se érő folyóba beszálljon a repülő fejjel lefele, mert végül is fejjel lefele kötött ki. Tehát nem volt egy túl sikeres leszállás a folyóra. Na csak azt nem értem, hogy még tényleg nem értek hozzá, tehát azt gondolja az ember, hogy ha a légcsavar mondjuk le is áll, hát akkor valamennyit ezek tudnak vitorlázni, de ez egyenesen lezuhan. Tehát itt valami nagyon nagy hibának kellett lennie, nem? Hát ugye itt, hát az, hogy nagy hiba volt, az egész biztos, hogy a pilóta annyit mondott a frekvencián, hogy leállt a hajtómű. Na most itt ugye az a kérdés, hogy a kettőből mind a kettő leállt-e, vagy csak az egyik. Mert hogyha csak az egyik áll le, akkor az nem törvényszerű, hogy ez a baleset bekövetkezne, mert egy hajtóművel is még azért, azt nem mondom, hogy vidáman, de azért meg lehet oldani a repülést, tehát vissza is tud szállni teljesen rendben, tehát ennek nem kellett volna bekövetkezni, hogyha az egyik hajtómű mondjuk megy. De ha mind a két hajtómű leáll, ugye az a kérdés, hogy milyen fázisban áll lehet az, hogyha éppen emelkedésben volt és lassú volt a gép, amikor leáll, akkor gyakorlatilag nincs nagyon menekülési útvonal, tehát ez majd ki fog derülni, hogy éppen a repülő, amikor ez a baleset, vagy pontosabban maga a hajtómű leállás bekövetkezett, akkor éppen a repülő milyen fázisban volt. Ennél a repülőtén ez természetes volt ez a magasság, amit láttunk, hogy ott nagyon-nagyon közel a felhő karcolókhoz jelent meg először a gép? Vagy pedig akkor már csökkent a magassága? Hát figyelj, akkor már nagy valószínűséggel a gép az jelentősen süllyedt, azt nem állítom, hogy zuhant, de lehet, hogy egész biztos, hogy süllyedt. Tehát ami a felvételen látszódik, az már egy tök rendellenes pozíciója a repülőnek. Tehát az teljesen egyértelműen látszik, hogy küzdöttek azzal, hogy a repülőt a levegőbe tartsák, de hát sikertelenül. Vizsgálják ezeket a francia gépeket? Mert ugye ennél a légitársaságnál ez a 9. gép. Mi lehet ez? Ez típushiba, vagy a szerelők nem készülnek erre a prototípusra? Tehát azért 9 ugyanabból a típusból, az sok. Hát figyelj, ez egy ATR típusú francia repülőgép, ebből azért nem keveset gyártottak le. Kétségkívül volt ezekkel baleset, de nem kivívóan több baleset, mint mondjuk más repülőgép típusokkal. Az nyilván mindig egy nagyon súlyos probléma és egy súlyos ügy, hogyha egy hajtómű csak úgy leállna, hogy ezek a hajtóművek úgy vannak tervezve, hogy azért ezek úgy csak úgy azért nem állnak le. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, hogyha egy motor leáll. Úgyhogy nyilván majd azt kell kideríteni, hogy ez miért állt le, meg a karbantartás hogy működött. Bár hozzáteszem, hogy ez a repülő, amiről most beszélünk, amit láttatok a felvételen, ez egy majdnem hogy zsírúj gép. Tehát ez áprilisban még a gyártószalagok volt. Hát ezért igen, megdöbbentő a dolog. Neked egyébként, mint pilóta, milyen végignézni egy ilyen felvételt? Vagy te, aki tényleg naponta felszállsz, leszállsz, ezért csak látsz egy ilyet? Az ember így eltolja magától, és azt mondja, hogy hú, nem, vagy elemzed, nézed, gondolkozol, hogy mit lehet csinálni, volt esélyük, mit ronthattak el. Tehát figyelj, az a helyzet, hogy nyilván tudni kéne, hogy mi történt, és ilyenkor az ember nyilván hajlamos arra, hogy mindenféle okosságot beszéljen, anélkül, hogy tisztában lenne teljesen, hogy mi történt. Szörnyű ezt látni, mert hát az látszik, hogy tehetetlen volt a repülőgép, nyilván feltételezem, hogy a pilóta is, de hát az lesz sokkal érdekesebb majd utólag, amikor majd lehet pontosan tudni, hogy mi történt, és utána a történést hogyan próbálták a pilóták megoldani. Mondom, itt az a legnagyobb kérdés, hogy ha mind a két hajtómű leállt, mert akkor nyilván sokat nem lehet tenni. Ha esetleg az lesz majd megállapítva, hogy az egyik hajtómű az ment, akkor viszont az egy súlyos pilóta hiba. Tehát nyilván ugye ez majd ki fog derülni. Az ilyen balesetekhez, vagy az okiratokhoz, vagy bármilyen, amit ilyenkor a nyomozás megállapít, ahhoz ti, mint pilóták hozzájuthattok, hogy mondjuk tanuljatok az esetből? Tehát utólag, amikor lezárják és kiadják a végső következtetéseket, akkor ezekhez mindig hozzá lehet jutni, hát a szakirodalom, vagy a szakfolyóiratok meg is írják. Meg hát persze, hogyha az ember kíváncsi, akkor el lehet olvasni, meg hát ebből írtó sokat lehet tanulni, tehát nyilvánvaló másoknak a hibáiból sokat lehet tanulni természetesen. Ez milyen jó, hogy ezeket így közé teszik, és akkor ti ott szakmán belül ezeket még el tudjátok olvasni. Csak hibázott, igen, nem igen. Hibázott, jól csinálta, nem jól csinálta. Mindenesetre maga a felvétel ritkán
ritkán lát ilyet az ember, nem? Tehát megdöbbentő. Hát ez egy olyan ritka dolog. Mondjuk hozzáteszem, hogy pont egy fél évvel ezelőtt volt egy 747-400-as, egy teherszállítógép, ami Afganisztánból szállt föl. És ugyanígy. Megállt a levegőből, és akkor kiesett a levegőből. Az mi volt? És az is ugyanígy. Elindult, és beszakadt ott a bázis mellett 20 méterre, fölrobbant konkrétan. Tehát ott annak négy hajtóműve van, az hogy? Igen, és ott ráadásul minden négy hajtómű tökéletesen ment. Tehát ez nem is egy technikai, tehát nem egy műszaki hiba volt. Ott az történt, hogy teletöltötték a repülőt, vagy pontosabban nem töltötték tele, majdnem tele volt teherrel, áruval a repülőgép, és nem volt lerögzítve, és felszállás közben elmozdult a teher, és bement hátra a gépbe, és gyakorlatilag az egyensúlya felborult a repülőnek, és ezt nem tudta lekezelni a gépnek a teljesítménye, és hátrafele, tehát azon a felvétel is látszik, hogy hátrafele kiesik a levegőből. Elképesztő az a felvétel, igen, ráadásul egy nagy 747-es, négyhajtóműves, ez a jumbo, hogy ez csak így repül, elfordul, és ugyanígy becsapódik egy percen belül. Hát effektív, hogy esélytelen mindenki, nem? Tehát az a nem is nagyon lehet mit csinálni. Hát ott nem, ott sajnos ez kezelhetetlen. Hát ugye nyilvánvaló, itt vannak sebességek, és ez megint egyébként felszállásnál volt, tehát ott ez a baleset is felszállásnál következett be, amikor még azért relatív alacsony sebességtartományban van a repülőgép, ott bármilyen változás sokkal nagyobb hatással bír a repülésre, mint hogyha mondjuk nagy sebességgel hasít az égen. És erre nincs policy, hogy kössétek le a rakományt, vagy azt mondta egy munkás, hogy Afganisztán, tudod, Ázsia, azért ott sok mindent máshogy kezelnek. Ha ez nem katonai gép volt? De katonai gép volt. Hát azoknál a legritkább esetben fordul elő, ott gyakorlatilag külön egység szakosodott arra az amerikaiaknál, ez borzasztóan kemény és nagyon komoly kiképzés után kerülnek ezek a katonák ilyen pozícióba, iszonyú fontos. Iszonyú fontos. Hát ilyen repülőgépeken egyébként van egy úgynevezett loadmaster, akinek kifejezetten az a feladata, hogy hogyan töltik be a repülőbe a tehert, tehát a kargót, és pont azért, hogy a felszállás ne semmilyen, hogy mondjam, rossz hatással ne bírjon a repülőgépre. De hát gondolom, hogy hiba volt, vagy valami elszakadt. Hát, mert nyilván, mint az életben, másutt is azért történnek hibák, meg történnek műszaki problémák, és akkor az néha sajnos ilyen véget ér. Te például utasként utazol, akkor van néhány olyan ország vagy földrész, ahol kicsit, nem azt mondom, hogy jobban izgulsz, de tudod, hogy a légirányítás vagy a pilóták nincsenek a helyzet magaslatán. Most nem arra gondolok, hogy mondj kifejezetten rosszat országokról vagy pilótákról, de mégis, hogy egy-két olyan ázsiai ország, ahol tudjátok, hogy nem úgy beszélik az angolt, nem olyan jók a légirányítók, és jaj, fölöttük átrepülő, nem biztos, hogy életbiztosítás. Vannak ilyen országok vagy ilyen térségek? Hát például nem kifejezetten a kérdéshez válasz, de fogod érteni, miért ezt mondom. Hát van például a British Airways-nél, van egy belső, egyébként tök titkos, hát de nyilván annyira nem titkos, mert minden munkatársuknak ez ki van adva. Tehát a British Airways például kiadja a munkatársainak, hogy milyen légitársaságon nem ajánlják, hogy repüljenek szabad idejükben. Na, pont erre gondoltam, igen. Na most az a helyzet, hogy nyilván van olyan légitársaság, amivel ha nem muszáj, nem repülnék. Tehát például, ráadásul Magyarországon nem járnak, tehát nem lesz ezzel semmi gond. Na, segíts ki akkor bennünket. Én például az Air Indiára nem ülnék föl, tehát például indiai légitársaságra nem feltétlenül ülnék föl. A pilóták miatt, vagy a légirányítók miatt? Mert azért India fölött viszont az ember átrepül, igen, vagy a gépek állapota miatt, tehát mi miatt? Figyelj, a helyzet az, hogy a légirányítás az a legkisebb rossz, tehát ott olyan nagyon nagy dráma nem tud történni. Nyilvánvaló, én mondjuk repültem majdnem az egész világban, vannak olyan légirányítók, akik tehát nem beszélnek angolul, tehát csapni való, amit előadnak. De ebből még nem lesz súlyos probléma, tehát itt a pilotákkal van a sokkal nagyobb probléma. Egyébként pont Ázsia az a legsúlyos, hát itt tetszik egyik nagyon súlyos területe ennek az aviatikának, ahol van egy olyan kultúra az ázsiai emberekben, ez az elképesztő ilyen, hát nem is tudom, hogy hívják, tehát nagyon tisztelik a rangot, és például, hogyha mondjuk a kapitány hülye, és csinál valami hibát, akkor az első tíz nem mer neki szólni. Tehát egész egyszerűen nem mondja meg neki, hogy hát elnézést kérek, de ön most hülye, és le fogunk ebből zuhanni. Tehát ez a legjobb példa egyébként, hogy a különböző szállodákban, ahol így vagyok reggelente, és mondjuk múltkor egy olyan szállodában voltam, ahol volt egy kórai személyzet, és a kórai első tiszt az étterem, tehát a reggelizőbe beérkezve, még jó távol van attól az asztaltól, ahol a személyzet van, már hajlongva érkezik oda az asztalhoz. Tehát, hogy olyan szervilitás van bennük, ami a földön mondjuk nem probléma, de a levegőben a repülés közben ebből kifejezett problémák is születhetnek. A tájföldi belső járatos légitársaság az jó? Tehát mondjuk egy Bangkok Koh Samui. Figyelj, nagyon sok magyar repül ott például. Azért kérdez, az megnyugtató. Igen, az megnyugtató. Nem, nagyon sok európai dolgozik egyébként Ázsiában.
Többek között azért, mert nincs elég jól képzett pilótájuk, meg hát többek között azért is, mert azért ők is tudják azt, hogy ott, hát hogy mondjam, szóval, hogy van kívánni való, amit hagy maguk után az ottani pilótáknak a teljesítménye, de ez ugyanúgy, tehát nem lehet azt gondolom egy csoportot így kiragadni, és azt mondani, hogy azok mind rossz pilóták, ott is, ahol van rossz pilóták, meg vannak jó pilóták, tehát itt igazából az a kérdés, hogy milyen az oktatás, milyen az ellenőrzés, mennyire szigorúak a fél évente esedékes szimulátorok, milyen a hatósági ellenőrzés, ugye a hatóságnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy a légi közlekedés az mennyire biztonságos vagy nem. Tehát például Európában azért működik egyébként nagyon jól a légi közlekedés, és azért van alig baleset, mert a hatósági szabályozás az szigorú és nagyon rendben van. Hát igen, érdekes, azért Ázsiában valóban több történik, tényleg. Igen, na jól van, hát nagyon szépen köszönjük, sok hasznosat megtudtuk, tehát Air India. Jó, hát figyeljem, mindenki. Igen. Gyuri, jó repülés nektek, köszönjük okay, szépen. Köszönjük szépen, Pető György pilótának, köszönjük szépen. És azok a magyarok, akik vajon tájföldön repülnek, ők pilóták? Lehet, mert ezt nem kérdeztük. Jó a kérdés egyébként. A lévgépekről még van. Jó a kérdés. 8:50, jövünk egy pici szünet után a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 2 perc, múlva szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hát nem túl vidám, de feltettük a Facebookra, többen kérdezték tőlünk, hogy még nem látták a felvételt, döbbenetes egyébként tényleg, a Face-en posztoltuk, úgyhogy nézzétek. Nézzétek meg, hát egy videójáték, tényleg, nem? Hát inkább ilyen filmrészlet, valami katasztrófa. Döbbenetes egyébként. Szerintem a kettő közt valahol. Oké, köszönjük. Igen. János, és jó, hogy visszaértél. Igen, nem, most el sem ment. Most tudom. Hát, nagyon figyeltem, nagyon értetlen. Viszketett egyébként a talpam, hogy meginduljak. Döbbenetes vagy. Na, mutatjuk, hogy miből is állítottuk össze a nap legjobb pillanatait. Most egy részt szedtünk ki a ma reggelből, méghozzá azt, amikor felhívtuk a mi drága Szújó Macinkat. Hogy először is egyrészt komolyan beszélgessünk egy kicsit a Forma 1-ről, nyilván nem annyira komolyan, és hát kiderült, hogy Zolira nem tudunk úgy rátörni, hogy ne lenne napra kész. Nem, hát Mr. F1. Mr. F1, így van. Ha Gábor Mr. Puliszka, akkor a Szújó Zoli Mr. F1. Így van, és aztán Jani észrevette, hogy a Zoli elmondta nekünk, hogy ő még pizsamában áll, ugye a kis konyhájában, és úgy beszélget velünk, és megjegyezte, hogy miért van az, hogyha ő elmondja, hogy pizsamában alszik, akkor szétszedjük, akkor hogy ez mennyire kellemetlen. A szeretet, tudod az? Csak azt bántjuk, akit szeretünk. Így van. Viszont Zolinál... Ne szeressetek. Igen, Zolinál pedig ugye szóvá se tettük, úgyhogy gyorsan visszahívtuk, és megkérdeztük, hogy tényleg hogy van az, hogy egy ereje teljében lévő 40-es férfi pizsomában alszik, ami rettentően tatás szerintem, és hát neked se nagyon megbocsátható, de Szújónak meg aztán pláne nem. Igen, pláne de aztán elmondta az ülő, hogy azért, mert neki jól áll. De nekem nincs mentsége. Erre se. Na, megmutatjuk újra, miről beszélgettünk ma reggel Szújó Zolival. 7 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Szevasztok. Sövike. Hát, ebben a kérdésben is melletted állok, Balázs. Pizsi nélkül. Pizsi nélkül. Utoljára gyerekkoromban volt rajtam pizsi. De akkor csak azért, mert anyánk ránk erőltette. De hát látjátok rajtam, hogy mindig követem a divatot. Tehát lehet, hogy a pizsiben is van valami olyan trend, amit követni kellene, és... Szerintem egy felnőtt férfinak a pizsoma olyan, mint az orrszőr. Nincs rá mentség. Nem. Tényleg. Van pizsi trend? Pizsi trend? Hát a Janit kérdezed a trendekről. Van, trendekről nem tudom neked referálni sajnos. Csabi, nem tudom. Nem tudom. Mert ez egy ilyen, és lehet, hogy ezt betölthetnénk. Kényelmes tehát, legyen. És gyárthatnánk könnyen valami. Könnyen kijöjjön belőle a nachos. Azt hittem a puki. Műszálas? Nem. Pamut. Azt szeretem, hogy belül egy kicsit. Sejem, a Janin. Ilyen moheres. Kicsit az a bolyhos, ugye azt a hajó melegen tart. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. De néha szoktam melegítő nadrágba is aludni. Ezt viszont most a te érdeket behagytam. Tehát tényleg, hidd nekem, jó barátod vagyok, akkor ne oszd meg mindent. Saját védelmedbe mondtam. Akkor csak annyit csinálom, hogy leveszem az alsógatyámat, ami fecske. Visszahúzod akkor... ami futó melegítőt. Igen. Ennyi. Ne. De csak... Az bizony, jó reggel! Hello, hogy hívnál? Sziasztok, Zoli. Hello, Zoli. Hol hallgatsz minket, Zoli? Melyikre gondolsz? Rád és hogy? A helyre, ahol hallgatsz minket. Ja, már. Budapest, bocs. Már mire gondoltál, hogy én mire gondolok, hogy? Nem, most a rádió is szól, és ja. Így Szereóban hallok.
Ja, nem, nem, nem. Ja, hogy telefonon vagy rádió. Nem, hogy helyileg azt mindig szeretem tudni, hogy hol vannak hallgatóink. Zoli, írtál egy SMS, leginkább Ferinek címezve. Azt írtad, hogy mindenki Ferrarisnak születik, de van, aki felnő és Merc is lesz. Húj, olyan, hogy már felnőttek születtem. Hú, igen. Milyen jó ez. Mindig Merc is voltál? Mindig Merc is voltál? Alap. Alap. Na, hát ezért jó ez a sport, mert ki a Ferrarinak, ki a Mercinek. Zolikám, van egy ajándékcsomagod, mondtad, hogy morning show, úgyhogy egy hosszú átkot törtél meg ezzel, szinte majdnem egy hónapja tart. Úgyhogy küldjük neked, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz, és az SMS-t is köszi. Ciao. Sziasztok. Hello, hello, hello. Csabi, mi újság? Én nem vagyok Forma 1-es. Nem? Valamiért azt sem tud engem lekötni. Néha kimegyek, amikor itt vannak Magyarországon, és akkor azt a feelinget szeretem. De fogalmam sincs, hogy melyik autóban kiül, sőt... Nem a feelinget szereted, a puszi jegyet. Azt is nagyon szeretem, persze. Sőt, azt sem tudom, hogy az autókat nem tudom megkülönböztetni. Abban az időszakban, amit beszéltetek a Szújóval, amikor még a reklámok alapján is meg lehetett különböztetni, hogy melyik autó melyik, akkor még valószínűleg tudtam én is. De konkrétan arra emlékszem, hogy én a nagymamánál voltam anyák napját ünnepelni, amikor a Senna balesetezett. Tehát ez ennyire is tudom, ültem, emlékszem a kis szobára, május első vasárnapja környékén lehetett a futam, mert tudom, hogy ott voltunk, és talán anyák napját ünnepeltünk. És hogy akkor karambolozott, illetve akkor ment a falnak. Igen, vagy mostanában én se követem annyira. De az rajt nagyon jó, alszol egyet, és a végére fölkelsz. Nem? Ugye egy jó vasárnapi szúnyókálás egyébként. Valószínűleg egyébként az is benne van, hogy nincsenek már azok a sztárok, mint például a Senna, a Schumacher, a Prost. Tehát ezek valamiért... Hát ez olyan fura egyébként, mert hogy a mi vagy a ti generációtok számára nem akkor a sztárok. Az új generáció számára meg igen, de ők azt mondják, hogy Hamilton az Isten, Vettel az Isten. Na igen, nekünk már nem biztos, hogy azon. Igen, elképzelhető. De legalább rajongsz egy sportért, ezzel már egészen megleptél egyébként, hogy így van valami, ami a dizájnért rajongsz. Valami, amihez te meggyőződéssel tudtál hozzászólni. Nem a sport. Az olasz gyönyörű technológia az a mindent elsöprő irányvonal, amit az autótervezésben ők megmutatnak, az Fiat, a csodálatos színvilág. Fiat Multipla. Az tudod, milyen szép autó a Fiat Multipla. És az több ember kezén átment. Több ember igen mondott. Nem véletlenül nem használta Feri a megbízható szót. A gyönyörű. Elárulom neked, hogy az összes olasz autóban a német elektronika megy tönkre. Ment tönkre régen, mert ma már nem. Csak mondom, hogy ezt nem mit csinálják. Baj van azokkal az autókkal, Feri. Oda rakják, ahol nem kéne. Hát lehet. Sok baj. Csabikám, remek zenék lesznek? Multiplában hárman elférnek elő. Bizonyám, 6 személyes. Micsoda kilátás. Pitbull és Néo újra együtt dolgoznak. Csak ugye szemelülnek benne. Volt már korábban egy közös sikerük, a Give Me Everything, és a Pitbull nemrég elkészítette a 8. lemezét, Globalization címmel, és ezen most van megint egy ilyen közös dal a Néóval. Szerintem jó párosítás, ők közösen, Time of Our Lives a daluk címe. Egészségedre. Nagyon jó. Szerintem így. Szerintem ez nektek is tetszeni fog mindannyiótoknak. Uh-huh. Óriási Pitbull fenek vagyunk, igen. Vasárnapi szújókálás. Valaki ezt írta. Na ez 5 fontos, igen. Ez már vicces. Nem úgy, mint aki nyert az eset. 2 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, kérjetek tőle dalt, ő azt nagyon szereti, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.